Balázs legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 16 perccel itt vagyunk újra, mert hogy hát nem hiányozhatunk. Jó reggel! Jó reggel! Hello! A hét utolsó csütörtökén. Mindenkinek. A hét utolsó csütörtökén, így van, így van, így van. Most azt gondoltam, hogy ezen a héten már legyen több, ha nem muszáj. Legyen elég, igen. Sajnos ez a rossz idő, ez picit elkeserít engem, hogy hétvégére ilyen vacak időt mondanak, mert annyira beleéltem magam már ebbe a jó időbe, és annyira szeretem. De mennyire vacak? Nagyon hát, vacak. Nagyon, ilyen 14-15 hűvös szél eső, és aztán hétfőre jön majd a jó idő. Úgyhogy próbálnék én most mindenkiben egy kis lelket tartani, de nem, megnéztem, és tényleg nem lesz túlságosan jó idő, de legalább nézzük azt, hogy ó, hello van. Legalább nézzük azt, hogy hétfőre visszajön. Tehát hétfőre újra. Újra jó idő lesz. Hát azért. Jó, örülünk, csak itt örülünk, leszünk. Örülünk, igen. Hétfőn munkában vannak az emberek. Igen. Nem, majd megnézitek a sorozataitokat. De az igaz, igen. Tehát, abban nem lesz hiba, de hát ez mégiscsak esti program, amikor már alszik a család. De igazából hideg nem lesz. Csak valószínűleg esni fog, ezt ugye Ákosunktól hallottunk, akik mindig friss információkkal. Bizony, és én is megnéztem. Én is megnéztem, és igazat szólt. Igazat szólt, a mi fiunk. Ő soha nem hazudik. Nem, ő nem csak ilyen. Csak a pénz van benne. Ő nem ilyen, úgyhogy igen. Hát jó idő lenne mennetek kirándulni, belefutnátok a védarendszerbe, érted? Inkább maradjál ott. Rettegek, hogy mikor jön az első levél. Komolyan mondom, rettegek. Én tegnap megjártam az új kígyós Budapest tenger. Láttál valamit? Tudod, az a baj, elmondom neked, na, hogy nem tudsz rá odafigyelni. De nem. Úgy indultam el Budapestről, hogy a világ legszabályosabb csávója leszek, ugye édesanyámat kellett hazavinnem Újkígyósra, a legszabályosabb ember leszek oda-vissza. És ahogy kiértem a budapesti kivezetőre az M5-ösön, azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit ígértél meg? Nem, hanem hogy itt most mehetek-e 130-al már, az már autópálya, vagy ez még 100-as szakasz. Elkezdtem agyalni, mert tudtam, hogy ott van az első kapu, az M5-ösön. M5-ösön is van? Az ember, hát persze, három helyen is. Keveset járok el. Megyek kifelé, és azon agyaltam, hogy 100 vagy 130. Jó, megálltam, leálltam, 130-ra mentem. Utána mész tovább, és elérkezel, mint én Kecskemétnél a kapukhoz, és ott megint azon agyalsz, hogy kint volt az a rohadt tábla, hogy csak 100, vagy még mindig itt a 130. Nem tudod előre mondani a kapukat, mert ki van téve ugyan, hogy közúti ellenőrzés, de akkor te már régen ott vagy. Akkor már benne van. Mi nem használsz vazét? Az jelzi neked. A kaput jelzi, a trafit jelzi, hogy mennyivel lehet menni, és nem kell, tehát nem kell, hogy kezedbe legyen. Ez egy folyamatosan futó dolog. Lerakodod a magad mellé, és ő szól neked. Beállítod, hogy hang, beszél hozzád, szól a trafinál. Okos kis applikáció, én nagyon szeretem. Az összeset kiszúrja, felismeri, szól, ha gyorsan mész, be tudod állítani. Dumáljon, ne dumáljon. És a fix kapukat is mondja, mi? Azt nem tudom, hogy mennyire mondja a fix kapukat, de szerintem igen, mert a vaze használók ráfrissítenek, hogy itt fix kapu van. És akkor az már benne. És ugye, ha egy bizonyos kritikus tömeg frissít, akkor ők berakják a rendszerbe. Aha. Ha nem, akkor ha nem elég a frissítés, akkor nem rakják be. Egyébként a hallgatóink rengeteg olyan kis térképet elküldtek nekünk, tegnap nagyon szépen köszönjük, amiken rajta vannak az újak is, a régiek is, mint gyakorlatilag minden, amiről tudunk rajta útközben. Mondj egy embert az országban, aki úgy fog közlekedni, hogy ez a térkép ott van, így előveszi, megnézi, hogy merre megy. Igen, és ez nem annyira. Nem is megyünk gyorsan. Na, ez nem életszerű, tehát ki az Isten megy már térképpel a kezébe. Meg úgy, hogy megnéz Szombathelyre megyek, bocsánat, nem ugye a térképet, ez természetesen internetes formában értem, tehát hogy ők olyat küldtek el, amint. Mindegy, de hát nem fogom megnézni, hogy melyek Szombathelyre, akkor Tatánál, Győrnél, és izénél kell, nem tudom, Kenesénél vigyázni. Tehát ilyen nincs már szerintem. Nem, vazé, az egy jó, az használd a vazét, az jó. Tényleg szerencsés. Jaj, gyerekek, olyan izomlázom. Csak a sport, mi? Csak a sport, az a rohadt sport. Nem tudtam tegnap, mert a sátorban már ilyenkor nagyon meleg van. 36 fokot hát jelentettek, igen, a sátorból. Meg gyakorolnak az artisták is. Gyakorolnak az artisták, igen. Meg benn volt egy póniló, ott volt a bohóc, meg a trapéz. Megint a szemedbe sírt két virág. Igen, úgyhogy nem tudtunk menni. Kint viszont nagy szél volt, és ezért egy gyorsan egy órás én átmozgató szkvassra váltottuk ezt a kis teniszt, és hát mozdulni nem tudok. Ez az átmeneti időszak, ez nekünk a legrosszabb, mert bent már nagyon meleg van, de kint még nem tudsz igazán játszani, és akkor találni kell alternatív szórakozást. Úgyhogy
Úgyhogy tegnap este megszöktem otthonról, és kicsit tudtam sportolni. Következő EFT ma úgy torna. Keltem, hogy tessék? Következő EFT torna. Most valami Füreden szerveződik valami nagy verseny. Füredi tenis stadion. Ott tesszük tiszteletünket a Füredi tenis stadionban. úgyhogy lesz most egy csomó. Elindulunk egy csomó páros versenyen, eldöntöttük. Muszáj. Kell a szórakozás. Kell, hát valami adrenalin nekünk is kell, így lassan 40 felé. Hát most érted. Pénzdíjas? Elég, hogy azon izgulok, mint lázas a gyerek, hogy beteg, de azért még valami izgalom maradjon az ember. Életében. Amit maradjon otthon? Hát van, amikor pénzdíj van, amikor a szponzorad valamit, ez attól függ. Attól függ, hogy mekkora verseny. De azért nem. Nem ebből leszünk alatt. Hát nem ebből fogunk azért hosszú távon megélni. Az az igazság. De jó, így minden esetre. Úgyhogy most készülünk a partnerrel. Olyan nem volt még, egy szikora oda ment, és azt mondja, hogy az első szetet feszítsétek már. Szikorával pont játszottam most, illetve hát ott ült mellettem. Nézd, hogy itt csak neked van dedikálva. Balaga korona. Ez elképesztő jó arc. Egyébként nagyon lehet vele röhögni. Nagyon szeretem a Robit, nagyon jó arc. És mindezt a Malkis napszemegében mindig úgy csinálni, hogy azt se tudja, hol van, tudod? De közben nagyon tudja mindig, hogy hol van. És nagyon szórakoztató. Egy csapatban voltunk a múltkor, tehát egymás ellen nem játszottunk. Általában nagyon kiborul meg. Szóval nagy küzdő a Robi, nagy küzdő, de nem játszottam még. Kóborra? Ő is teniszezik. Azt hittem, csak szakért a gáz. Na, igen, a hírtelen szakértő, igen, még nem. Nem. Ő is állítólag legendás forma. Ebben a tekintetben is. Tényleg? Azt nem tudom. Azt nem. Velem még nem sikerült. Nem sikerült összefutni. Na, gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóinkkorra reggel? Nagyon szeretnék játszani ellenetek, helyes. Hát jelentkeztél, úgyhogy ez rendben is van. Azt mondja, hogy Feri, Jani, Bali, tegnap kemény játékost akartatok, jó játékost veszteni akartok? Igen, nem hívjatok az életérzésért hondását, illetve hogy átérezzük azt, amit akar. Azt mondja, hogy Bali, ne vigasztalódj, vagy panaszkodj az idő miatt, az vigasztalja, hogy nem a hó szakad, mint nálunk. Ah, de jó lett volna megírott, hogy honnan írsz nekünk. Antarktisz, igen. Balázsak annyi esélye lenne ellenem, mint Vizilónak az Epsoni Dervin. Hú, gyerekek, itt aztán most jönnek. Jönnek az arcoskodó SMS-ek. Ma elkaptam az idei első cserebogaramat. Fú, az nagyot is koppanám. Egyébként. Uh-huh. De ez még nem volt cserebogár, azok majd májusban repülnek, vagy már előrébb jött nekik is. Hát figyelj, hogy 25 fokok vannak, akkor már repülhet. Az már lehet, hogy ő volt, igen. Hihetetlen. De a poloska invázió az már most megkezdődött. Én nem tudom, hogy mi történik ebben az országban, úgy általában a világban, de hogy a poloskák hosszú évtizedeken keresztül nem jelentettek semmilyen gondot az ember számára. Most meg, amikor látod, hogy ott megülepednek, vagy összegyűlnek a sarokban, és ott meetingelnek ilyen 30-an, 40-en, 50-en, azért a poloska meeting. Figyelj, azért picit fárasztó. Mi is miről beszélgethetnek, hogy merről menjünk be a légházába? Nem, szerintem az, hogy kerüljék meg a szúnyoghálót, ugyanis a poloska az egy olyan jó ország, amit egyáltalán nem zavarja a szúnyogháló. Hiába rakod föl, hiába húzod le, hiába van fönt, valahogy mindig bekeverednek a lakásba, és igazából semmiféle probléma nincsen vele, csak az, hogy irgalmatlan büdös, meg amikor reggel kevergeted a kávédot, és belesik egy a plafonról, akkor az nem annyira. De jó! És tudod, hogy pörög benne. De honnan jön? Vagy miért jön? Fogalmam. Miért jön be? De ugye miért nem jó neki kint? Ezt szerintem perceken belül meg fogják erősíteni a hallgatók is, ahol kertesház, illetve nem csak kertesház, gondolom, hogy ez máshol a panelbe is ugyanígy problémát jelent, hogy hol voltak ezek évekig, és most, amikor azt látod tényleg, hogy több száz számra jönnek össze, és nyüzsögnek mindenhol, megőrülsz tőlük, és nem tudom, hogy mi van. Ugyanakkor meg nem kell tőlük félni, meg tartani, tehát nem lesz. Nem váltanak, csak hát ne legyenek ott, igen. Csak ne legyenek. Mi ugyanígy vagyunk még mindig ezekkel a kis molyokkal, amik a spejzbe valahogy kikelnek, és nem tudjuk megfejteni az eredetét, hogy... Ott valami nagyon beesett egy polc mögé. Ott valami ott nagyon kell lenni, tehát, mert ugye az csak akkor jön, ha van valami táptalaja, liszt, nem tudom, cukor. Mindent akár. Kicseréltünk, mindent megnéztünk, minden üvegbe van, és egyszerűen nem, már porcióval megyek. Tehát sajnálom őket, de nem. Erről a lisztről meg ezért jut eszembe, hogy észrevettem, hogy van otthon egy ilyen kilós kenyérliszt, amit még korábban vettem, tőlük pár hónappal ezelőtt, hogy majd csinálunk otthon kenyeret, mert van egy ilyen kis kenyérsütő képünk, és éveken keresztül toltuk vele. És a gyerek elkezdte rágni a fülemet egy-két héttel ezelőtt, hogy ő szeretné kipróbálni. Na, mondom, de király, jó van, akkor legyen még miatt lejár. Na, nem csináljuk meg. Gyorsan bekészíthetünk mindent, kis köménybe, kis főtt krumpli, kis liszt, bele a vizet, hogy elindítottuk. A hatodik másodpercben elszakadt az égszíben. Dobhattuk ki az egészet.
annyira jól indult az egész. Gyere, jó van, lerágd a fülünk, mondtam az anyjának, csináljuk meg, tudom, hogy utána mosogatni kell, meg tudom, hogy 3 órán keresztül, tudom, hogy ezért egy tonnányi szénhidrát, meg ilyes, nem baj, megesz, holnap viszek be a srácoknak, és tök jó lesz, én bekevertük az egészet, mondom, én ez volt körülbelül. És annyi. Ez kenyérsütőgép. A kenyérsütőgép rettenetesen jó egyébként, tehát akkora feelingje van, hogy 3 óra múlva, már mondjuk ilyen 2 óra körül sülő már kezded érezni. A lakásra a sülőkenyérnek az illatát, zseniális, aztán kiveszed, és tényleg nem is lehet összehasonlítani semmilyen bolti kenyérrel, marha finom. Tehát, hogy elképesztően jó, második, mondom, második perce se érte meg ez a nyomorult égszí, most vehetek és csinálhatom meg, és utána pedig olyan jó volt. Természetesen 5-ször annyi kitakarítani ezt a rohadt üstöt, mint belerakni mindent. Úgyhogy így alakul. A gyerek kíváncsi, akkor azt neked kezelni kell. Azt muszáj megoldani. Jó, itt vagy. Nagyon finom. Köszönjük szépen. Volna. Köszönjük. Így ahogy meséltem, szinte érzitek az ízét, nem? Igen. Na, gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Ugye tegnap? Igen, tegnap volt. Behoztunk egy jó kis hazugságvizsgálót, és vicces formában hazugságvizsgálóra tettük a mi drága kollégáinkat. Egy kicsit, hogy nyomozzunk az ominózus eltűnt maradt persely után. Ami ugye hát azóta sincs meg, félelmetes nyomozásba kezdtünk, és tegnap poligráfos vizsgálatnak vetettük alá a kollégáinkat, akik egyébként nagyon helyesen vállalták, tudták azért, hogy ez egy félkomoly dolog, sőt, semennyire nem komoly, mert az eltűnt maradt persely mellett azért más típusú kérdésekre is. Egy rakás kollégánk kiderült, hogy elképesztően jó feje, hogy azt eddig is sejtettük, meg néhányról kiderült, hogy nem. Kellett igen kérdezni a malacpersejről is, de másról is kérdeztünk. Hát, ha valakin hazugságvizsgáló van, akkor meg kell ragadni az alkalmat, hogy más is megtudjunk. Úgyhogy ezt gyorsan megmutatjuk. Közben mondjuk, hogy már nem jövünk vissza úgy, hogy lehet jelentkezni játékra. Drága hallgatók, ha szeretnétek játszani velünk, akkor egészen nyugodtan. Jó? Írjátok SMS, mi pedig jövünk a hírek és az ismétlés után. Őrület volt, Ákos, őrület volt. Köszönjük szépen. 10 perc múlva pontosan 7 óra itt vagyunk. Már is, és mielőtt kapcsolnánk a játékosunkat, gyorsan egy-két közérdekű információ, ami talán fontos lehet. Azt mondja, hogy az M1-esen Budapest irányában a logisztikai parknál nincs kitáblázva a véda. Huha. Ki kell? Hát nem tudom, hogy kötelező-e. A fixeket ki kell. Igen. Tehát ha kiáll egy rendőrautó, azt nyilván nem. Aha. Előtte egy ilyen humán droid tartja. Igen, radar kontroll 100 méter múlva. De azt hiszem, az a szabály, hogy a fixeket mindig ki kell rakni. Hogy legalább annyi esélyed legyen. Igen. M7-esen a Pákozdi pihenőnél már trafiznak Balaton felé. Ez az 50-51-es kilométernél van egészen pontosan, és a mezőtúrói résznél a Bajcsi-Zsilinszky Endre és a Kürt utca kereszteződésében lévő lámpáknál szintén mérnek a korán kerül rendőrök, úgyhogy vigyázzatok. Na, hát ezek a legfrissebbek, mi pedig már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Hello, Laci. Honnan hívtál minket, Laci? Sziasztok, Budapesten vagyok jelenleg. Budapesten, hova kívánok? Hova készülsz éppen? Dolgozni iskolában? Melózok, itt úton vagyok, melózok, kocsikázok, most pont félreálltam. Kocsikázol? Viszel valamit, vagy mit csinálsz? Nem viszek, hozok igen, alapanyagokat raktárban. Az jól hangzik. Kivel játszanál, Laci? Janival játszanék. Megtisztelsz, Laci. Janival. Durva, amit írtál? Jót írtál? Hát nem is tudom már, fogalma sincs. Játékra csak egy szolida jelentkezél, győztesen elhagynád az arénát. Na, ez ezt írtad. Jó, mekkora arcom van, hihetetlen. Nem, de pont az a jó, hogy egy kicsit visszafogod, de azért benne van a... Igen, ilyen csak azért mondom, hogy a hallgatók tudják, hogy mi tényleg mindig próbálunk olyat visszaívni, akinek nagy a szája, aki arcoskodik, aki nem is tudom, úgy tűnik, legalábbis így SMS-en keresztül, mintha bátor lenne. Igen, de tudjátok, hogy nem ezen múlik, tehát ott majd minden eldől személyesen, tehát ha valaki most ír egy egyszerű SMS-t, akkor is nyerhet, tehát... Persze, csak ugye arról van szó, hogy mindig bádolnak bennünket, az, hogy miért nem hívtok valaki olyat, aki nagyon durva. Hát ezért próbálunk arcoskodó SMS írókat visszajönni, hát ők keményebbek. Indulhatunk?
Igen, indulhatunk. Akkor 3-2-1, tessék. Laci, a szavaid alapján te egy igazi szakértő vagy. Szeretsz fekete? Benge vagy, szép volt. Köszönöm szépen, Jani bácsi. Szép volt, Laci. Jó volt, mi? Jó játszol, Jani. Na, nem azt akartam mondani, hogy ilyen gyors volt a hetetek így játékban, hogy nyertetek. Na most ugyanez volt nekem is, köszönöm szépen. Igen, sokat nem kell tegyél, de. Nem, urak vagytok. Jól hallgattál. Igen. Rendesek vagyunk, odaadtuk, hogy azért ne hekesen legyetek el annyira. Persze, semmi gond nincsen. Igen. Legyen érdekes, így 2-2, és majd holnap fog eldőlni. Nem gondoltam volna, hogy neked is el kell mondani a tiltott szavakat. Tehát, hogy nem mondjátok ki a fekete. Mi volt a terv? Hát, nagyon amatőr, hogy sírok rajtatok. Jaj, maradjába azért. Hogyha az arányokat nézzük, azért még messze van a hátunk tőletek. Jó vagytok. Egy picit indisponált voltam. Mondhatni. Igen, hogy ne. Nem is fizettem, ezt hiszem. Nem, tényleg nem. Nem. Utólag még fizetett? Na jó, hát ezt nem tudok magam osztani. Laci, zseni voltál. Ahogy te hallgattál, úgy senki. Köszönöm szépen. Köszi játékot. Szia. Hogyan verjük meg önmagunkat című rovatunkat hallottuk. Tehát, gyorsan, szexin, könnyedén. Hogyan verjük agyon saját magunkat. Nem derült ki, hogy Laci milyen játékos. Hát azért esélyt legalább adjunk a játékosnak. Én értem, hogy velük vagy, meg nem tudom, de ennyire ne puncsoljunk. Totál gáz volt. Atya Isten. Menjél most akkor. Valami szétcseszi a torkomat, és ezért igen, így megőr. Állandóan zabálsz megszólás előtt egy másodperce. Ne zabáljál, és akkor nem fog jönni. Hozzá be vizet magadnak, meg ne egyél ilyen nem tudom mit eszel. Ingen napú. Uvarkát, vagy nem tudom mit ropogtatsz itt mindig, de nyúl itt mellettem. Állj le a zabálásra. A sok zöldség, látod, ráment a torkodra. Na, így van. Tibor, valami vökás betegség lehet, az biztos. Megőrülök tőle. És azért mondtad ki, hogy fekete? Azt akartam, hogy fekete! És ebből kijött a fekete, piros. Nem mond nekem, hogy valami zöld. Ez a sok zöld. Valami kaparja a torkom, ezért kimondtam, hogy fekete. Hát azért ezt nem vagyok indisponált. Ja, hogy azért vagy indisponált, érted? Jó van, mindegy, belefér. Ha 50 szóval pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el nekünk. Jani, ennek a füstjét a nyírségben is látni, azt írja. Igen, óriás égés volt. Megyek be, pantenolozom magam. Igen, hozzatok boroltod, alóverát, meg minden Janikó égés, ugye maga van a betyárját. 6 perc a pontosan, 7 óra, jövünk Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, ma még jó idő lesz, és nem ijeszgetés, meg tényleg nem arról szól, hogy ja Istenem, vége a világnak, csak egy-két napos hidegfront lesz majd holnap után, egészen pontosan szombat, vasárnap 10-15 fok. Miként az áprilishoz képest megszokott, csak most a 24-25 után tűnik egy kicsit kevésnek. Inkább az a normális, hogy 17 fok legyen áprilisban. Meg nem semmi, az, ami most van. Semmi bajunk nem lenne, ha ez egy szerda csütörtök. Igen, nem baj. Majd rendezünk óriás kanasztapartikat, meg Unót, meg berakjuk majd, ahogy hívják, ott a Dumbo, a kis elefántot. Az Unónak a végén mondott, hogy Unó, vagy nem? Melyiknek a gondolat, a Szólónak a végén mondott, hogy Szóló. Igen, az Unónál nem kell mondani. Nem az Unónál is mondhatod, csak igen, tudom. Jó kis kártyapartik, de jó is volt az, amikor még régen kártyáztam. Hú, de szerettem. Aztán betiltották ugye a pókert mindenhol, és akkor ugye az ember lejött. Lejött róla. Éveken keresztül hajnalig ültem különböző ilyen szórakozó helyek hátsó termeiben kialakított póker. Mi volt a jelszó? Fidelio. Fidelio, úgy lehetett menni? Fidelio. Igen, csocsoszán. Papagéno. Fidelio és Papagéno. Mindig ezt bemondtad, bárhol beengedtek. Nem volt ilyen, hogy a hátsó ajtó az oda kellett menni? Nem olyan illegális versenyek voltak ezek. Nem. De rendes. Texas Hold'em versenyek. De szerettem. Most már nem is tudom, hogy van. Nem is leülnék pókerezni, szerintem mindenemet elhagynám. Jelszó. Pókerezni jöttem. Zseni. Óriási vagy, engedjük el. Az a senki nem gondolna rá. Egy hatalmas póker hullám volt, ugye, amikor Korda Gyuri bácsi ezt elkezdte közvetíteni, és mindenki... A Korda stúdió. Mindenki pókerezett, de tényleg. És aztán valahogy ez lecsengett, meg hát nyilván, amikor ugye betiltották
hogy lehessen legálisan ilyen versenyeket rendezni, meg tartani, meg játszani, akkor ugye, akkor mindenki kivonult ebből. Vagy hát sokan szerintem abba hagyták. Erőben jöttél ki a végén, vagy nulla, vagy bukta? Ezek nem voltak ilyen nagy pénzek, tehát ez nem olyan, mint amikor kaszinózol. Hát egy kicsi pluszban talán, de ilyen 3-4-5 ezer forintokból el voltál egész este. Most van mondjuk 3 asztal, minden asztalon ülnek 12-en, mindenki bedob 5000 forintot. Azért az úgy szép. Aha. A végére. És nem kell nagy összeget, vagy nem kell nagy összeget bedobni. Azt láttam, hogy ugye a celebek közül a Majka, meg Kassa TV, azok rendszerűen. Ők szerintem még most is, a Majka most is, persze, ők nagyon benne vannak. A Tibi is hobbi szinten, de a Majka nagyon sokat játszik. Na, azt mondja, hogy 4-es főút Ceglédi elkerülő ma is a sebességjelző táblák elforgatva, mindenki csak 90 km/h-val menjen maximum, az út végén elbújva a rendőrök. Stefánia küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy a trafi új kígyóson az UFA bejáró. Az nem lehet. Ezt Laci küldte nekünk. Mi az az UFA? Új kígyósi falemez üzem. Várj, valami ízé. Ilyen falemez, préset lemez. Préset lemezeket csináltak. Rétegelt lemezt. Oda beáll a trafi. Ezek már mindenhova beállnak, ezek a trafik. Mondjuk a Petőfi utcában van az UFA, hát nem tudom. Ja nem, a falu bevezetőjénél. Vigyázzatok, kígyósiak! Szabad kígyós felől. Elbújtak. Igen, Ákes, UFA város Oroszországban, Baskírföld fővárosa. Na tessék, na, hát egy fővárosról kapta a nevét a cég. Mondom, réteget lemezt csináltak. Hogy most működik-e, nem tudom. Jó reggelt, uraim, Balázs, csak megnyugtatásképpen írom, hogy az Isten nyomában című dokfilmnek a narrátor részét rendbe rakta a Nat Geo. Tegnap éjszaka elcsíptem az utolsó negyed órát. Tegnap volt pont. Na milyen volt? Én elfelejtettem sajnos megnézni, úgyhogy majd vasárnap megnézem. Belenézett valaki? Nem. Biztos, hogy ismételni fogják a hétvégén. Nekem az utolsó információm egyébként az volt, hogy szombaton lesz. Oké, de Morgan Freeman újra normális lett, belenéz az ember szemében, nem hagyja ott a riportalanyát. Amikor a Katrina hurikánról beszél, akkor ott van, hál' Isten, végre, mert hogy én engem tényleg valamire érdekel ez a sorozat, de nem, de hát ugye beszéltünk róla. Akkor ezek szerint igen. Akkor ezek szerint jó, te belenéztél? Igen, elmondod annak csak egy mondatban, mert itt beszéltünk róla a hétfő kedden elég sokat. Azt legalábbis, hogy köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb, jól mondta. Hello! Igen, hello, Anna! Szia! Hát, én többet vártam tőle, de ez csak az első rész volt, megmondom őszintén. Tehát ez annyira alap, amiről ez szólt. Tehát aki már tanult egy picit vallástörténetet, meg érdekli a téma, mint téged is, ez ebben a pillanatban nekem csalódás. Tehát ez még csak egy jó előétel volt? Még azt sem mondanám. Még azt sem mondanám. Nem mondanám. Jó, de te haladó fokozaton vagy. Igen, de... Te már advanced vagy. De ez nagyon-nagyon enyhe volt. Igen, nekem megmondom. Én többet vártam tőle, na egy picikét. Tehát eleve csalódás volt ugye a szinkron, amit hát gondolom kiveséztetek, hogy csúszott el, meg hogy volt, mint volt. Igen. De ha ezt félretesszük, ezt a technikai malőrt, akkor is azt mondom, hogy én egy picit többet vártam, kicsit más megközelítéseket vártam. Nagyon, tehát azt adta ebben a részben, ami hát nem is tudom. Uh-huh. Jó, hát adjunk még neki időt, ez egy ilyen kis felvezetés hát lehetett még valószínűleg. Hát egy kis bulvármagazinba olvasnál mondjuk egy ilyen kis semmit. Na reméljük, nem ilyen sefüsse lángja. Hogy van, erre indulj, kerest. Igen. Körülbelül ennyi. Igen. Azt ismeritek azt a típust, én mondjuk imádom tényleg a History Channel-t, a Orbaszájban nézzük, de hogy azon is szoktak lenni olyan műsorok, hogy ilyen iszonyú jó a témafelvetés, hihetetlenül izgalmas, leülsz, és a végén pont ugyanannyi kérdésed van, mint az elején, mert ők is eljutnak odáig, hogy gyakorlatilag. Hát szóval nem tudjuk. Igen, mutatják ugyanazokat a kis bejátszásokat, ugyanazokat az archív felvételeket, igen, megmutatják azt az embert, aki rátette az egész életét arra, hogy mit tudom én, megtalálja retteget Ivánnak a könyvtárát lent a Kreml alaksorába, és igen, Ivan, és nem talált semmit. Hogy van-e? Nem tudjuk. És ez a vége, és ott ülsz. Igen, magát a kutatás gyönyörűen bemutatja, igen. De nincs a vége. Hogy emberek mászkálnak lent. Jó, én ezt hogy nem vártam katarzist, tehát nem fog ez a sorozat bebizonyítani azt, hogy ugye a túlvilág, hogy működik Isten, meg ezek egy olyan kérdések az emberiségnél, amiket nem tud megválaszolni ebben a pillanatban senki. Lehet mekkora lett volna, nem, hogyha Morgan Freeman megmondja. Ez nagy lenne. Igen, van Isten. Hát, és itt van mellettem. És mutatom. Itt ül mellettem. Igen. Jó reggelt kívánok. Igen. Akkor kezdjük a Igen. Én nem ezt vártam, hanem hogy ezek, amit a nagy világvallások kapcsán, amiket megosztott információ, én nagyon klassz, várom a következő rész. Na, tehát nem akarok negatív lenni, meg nem akarok itt ilyen, hogy mondjam, de kíváncsi vagyok rá, én is fogom nézni. Egyelőre nekem nem jött be az első rész. Nem lettem gazdagabb semmivel.
Jó, ha meglátjuk. Bocsánat, hogy ezt kellett. Te Morgan jó formában van? Morgan nagyon jó formában van, jól néz ki. Abszolút, patent, ahogy te mondanád. A lányom imádja. Egyszerűen odáig. Jaj, vigyázz az ilyen idős kalapos bácsikra, ne. Azért komolyan mondom, óvatosan az idős kalapos bácsikat ne imádjon annyira a lányom, mert aztán lesz baj, mikor majd 3-4 év múlva beállít egy ilyen erősen apafra amerikai párkát ezen közé érte. Óvatosan, óvatosan, azért legalább valami fiatalabbat imádjon. Kalapos, igen, kalapos bácsik. Ezért ráadásul professzor alkat, nagyon okosakat mond, lenyűgözi a fiatalokat a tudásával. Igen, nehogy beállítson. Nehogy beállítson. A Morgan Freeman irányából is van igény fiatal lányokra. Azt hiszem, hogy most ő valami, ugye? Hát... Egy ilyen 20-30 éves. De jó, hát ez nem... Morgant is elérte a kapuzárás, így 70 körül? Igen. És beújított valami is 20 éves? Most olvastam, hogy valamit ő is húzott egyet. Bizony. Márhogy új lapot. 19-re ő még húzott egy lapot. És úgy néz ki, hogy bevált. Vigyázz, mert Mónika, hogy virágok következő. Na jól van. Na, hát egy nagyon érdekes témát találtunk, és egy olyan jelenségről szeretnénk beszélni, amit szerintem mindenki átélt már, ha a gyermekét vitte valahova, és akkor is, ha nincs gyermeke, mert ezt nem gyerekes szülők is ugyanúgy átélhetik. Ugyanis botrányba fulladt egy futóverseny, ahol kisgyerekek szüleikkel együtt futhattak versenyt, vagy futhattak volna, mert hogy igazából nem lett futóverseny, csak síró gyermekek, hát hada egy idő után. A túlmotivált és eredménycentrikus anyukák és apukák szabályosan rángatik kezdték a gyermeküket szemük fényét csak azért, hogy célba érjenek minél előbb, és lefussák a hétvégi junior maratont az ausztriai Linzben. 3-4 éves kölykök egymás után fakadtak sírva, és elképesztő fotósorozat látott egyébként napvilágot erről a linzi futóversenyről, ami megdöbbentő. Ugye miről szólt a dolog? Arról szólt, hogy kicsit mindenki mozogjon, érezze jól magát, szülők, gyerekek együtt fussanak, és ennek nyilván adtak egyfajta okot, és azt mondták, hogy rendben, ez nem egy presztízs kérdés, gyertek, mozogjatok, aki beér először, az természetesen ajándékot kap. Mosolygós gyerekarcok érkeztek a futóversenyre, megérkeztek anyukák, apukák, mindenki átöltözve, és mindenki várta, hogy ellőjék a startpisztolyt. Majd, amikor ez megtörtént, akkor hát valami egészen elképesztő látvány fogadta a szervezőket, ugyanis túlvezérelt, agyon motivált, nyerni erősen akaró apukák és anyukák kezdték el rángatni úgy a gyerekeiket a cél felé, hogy a fotósok egyébként rengeteg fotót készítettek erről az eseményről, majd mi is feltesszük a Facebookra. Lobogóhajú anyukák, apukák tépik előre a síró, zokogó, futni nem akaró, megijedt, rémült, vagy legalábbis ilyen tempóban nem akar. Kicsi, apró rajtszámmal ellátott csemetéiket. És a fotó egyébként tényleg megdöbbentő, azt látod, hogy elől fut egy apuka, tépi a gyereket, a gyereknek már elveszett az egyensúlyát, fél lábbal felborulva az apa a karjával húzza maga után. Jobb oldalon a képen egy anyuka tépi úgy a 3 éves gyerekét, aki kétségbe esetten kiabál, próbál a másik kezével letámaszkodni a földre. Nyilván nem akar menni, és nem tud. Mindjárt hagyat esik az anyukán, meg lobog a pulcsi. És üvölt. Üvölt. Bal oldalon látsz egy apukát, akinek ki van kockázva a feje. Ő úgy tépi a gyerekét, hogy konkrétan a gyerek a levegőben van. Hátul pedig elesett gyerekeket próbálnak a földről fölrángatni a szülők, csak azért, hogy beérjenek, Jézus, és megnyerjék a futóversenyt. A gyerekek egykezes, ugye a történet általában, mert úgy futottál, hogy magad mellett tartod a gyereket, és amikor olyat csináltál, hogy apu anyu egymás mellett áll közötte a gyerek, és ugorjunk át egy tócsát, kicsim, ugyanezt csinálod, így, de egyedül vagy, tehát a gyerek biztos, hogy nem fog tudni ugyanolyan meg hosszú méteren keresztül ráadásul. És húzod magad után a kölyködet. Nagyon biztos írtozatos tétje volt a versenynek. Lehet, hogy ilyen kupont lehetett nyerni egy fagyizóba, ahol hogyhelyek egy, ha részt vettél a versenyen, egy gombócot ingyen kapsz. Mindegy egyébként, egy ilyen versenyen a mindegy a nyeremény, neked elborul az agyad, meg kell mutatni, hogy ti vagytok a legjobb a lányoddal vagy a fiatal. Nemzeti színű szalaggal csoki érem, tudod. Minden célba érkező kap érmet, de akkor is a végelszámolásán kiderül, hogy ki a legjobb. Második, harmadik hely senkit nem érdekel, csak az első hely. De itt ugye arról szól a dolog, hogy itt a gyereket kellett, hogy beérjem, mert ugye rajta van a rajtszám. Tehát a szülőkön nem volt rajtszám. Tehát a szülők akarták hozzásegíteni ahhoz a saját csemetéjüket, hogy nyerjék meg a versenyt. Mintha egy edző, képzeld az olimpián, hogy fut valaki, érted, vagy úszik, egy Michael Phelps-et hátulról tolná az edzője motorcsorakkal a célba.
A közösségi oldalakon egyébként totálisan leban vannak döbbenve azok, akik látták ezeket a képeket. Szóval, hogy a szülői becsvágynak tényleg hol van a határa, vagy van-e egyáltalán határa? És aki gyerekes szülő, és ahogy mondtam okosan az előbb, aki nem gyerekes szülő, ugye mutassatok egy ilyet. Annak biztos van ilyen, biztos van ilyen, már ezt is feltalálták a nem gyerekes szülőket. Akik majd a jövőben szülők lesznek, azok szerintem találkoztak ezzel a fajta jelenséggel, amikor is tényleg elviszed a gyermekedet egy edzésre, elviszed a gyermekedet egy versenyre, és ott vannak az úgynevezett túlvezérelt apukák, anyukák, akik nem tudnak abba belenyugodni, hogy nem az ő gyerekük a legügyesebb, nem tudják azt elfogadni, hogy a gyerekük még csetlik-botlik, a gyerekük kikap egy adott versenyen, nem úgy rúgja a labdát, esetleg föllökik, vagy kihagyja a gólt, vagy nem úgy tör kapura, ahogy azt apuka egyébként elképzelte. És hát nálunk is, mi is járunk a Benivel focira, mert imádja a foci edzést, és én azért ott látok másfajta szülőket, és nem a mi edzésünkkel, mert nagyon picik ott még a gyerekek. Tehát nálunk ezt még nem veszik komolyan, de más pályákon edzenek egy kicsit nagyobb gyerekek. És ezt talán meséltem a múltkor, hogy voltunk ilyen Bozsik napon, amikor is ugye a különböző korcsoportok már ugye versenyeznek egymással. Hát megdöbbentő dolgokat látsz. Szóval elképesztő tanulságos, amikor kicsit elhízott apuka farmer kabátban, nagyon kivágott pólóban rángatja a szöges drótot. Rángatja a szöges drótot, és verbálisan kínozza a gyereket, űzi, hajtja, fenyegeti, és nem engedi lejönni a pályáról, és ordít a gyereknek, de úgy, hogy te vagy zavarban attól, amikor hallgatod, hogy mi nem lesz, hogy mi marad el, hogy mit nem kap meg a gyerek, hogy mit felejtsen el. A fenyegetés van? A fenyegetés. Minden, hogy nem lesz semmi, hogy mikor nem lesz semmi. Vörös arccal, kigúvadó szemekkel, úgyhogy már az edzők jönnek ki, hogy apuka nyugodjon meg. Ez egy verseny, ez egy Bozsik nap, de nem történik semmi olyan, nem baj, ha Pistike nem rúgja be azt a gólt. Tehát ez a szülői típus, ez egészen elképesztő. Nincs baj, meg figyeltek. Hogy nem rúgja be a gólt? Igen. Nem baj. De baj. De hogy baj. Mondom neked, 3 héttel ezelőtt voltunk kézilabda kupán, elkísértük a gyereket, mert ugye Panyesz most már kézilabda kapus lett, és én nagyon boldog. Hát elborult az agyam, és üvöltöttem, hogy a idéese, gyerünk, mit csinálsz? Ott üvöltöttem a Muki mögött, érted? Szegény így nézett hátra, ne engem nézz a labdát! Mert ha már ott vagy egy kicsit... De nem lehet így agyon stresszelni egy gyereket. Meg akarod nyerni, érted Balázs? Egy kicsit te akarsz a kapuban állni, egy kicsit a... Persze, ez benne van, hogy... Hagyd majd én kis hülye! Takarodj ki a kapuban! Na figyelj, mutatom, hogy hogy kell csinálni, érted? Egy picit el... Kötni vittelek volna. Elkap a láz, és azt akarod, hogy de igen, nyerje meg, és aztán persze nyilván én is a homlokomra csaptam, hogy nem fogok ott koordinálni, hiszen nem értek a kézilabdához, az edzőnél is sokkal jobban csinálja a dolgot, de már én neki is mondtam, nem látja, hogy cserélje már azt az igen. 5 éves. Én behalok, én ettől behalok. Figyelj, annyira elkap. Az átlövő, az átlövővel van a gond. Sokkal jobb, nincs súlypont emelkedés, nem lövj át a falat. Egy picit elhiszed magadról, hogy te is ott vagy. Sáncolj már, kis köcsög! Ez kézilabda, te hülye állat, nem röplad. Érted? Egy picit elhiszed, hogy te magad is ott vagy, és egy kicsit nyerni, akkor azt akarod, hogy nyerjen a gyereked. De nem, de ezt meg lehet csinálni intelligensen is, és meg lehet csinálni is, hogy szétnyomasztod a gyereket, veszekszel a többi szülővel, megtéped, amikor lejön a pályáról, rángatod, ordibálsz neki, megalázod azt a szerencsétlen gyereket, aki 6 évesen még nem, azt se tudja, hol van, csak rohan előre, és még próbál valamit csinálni, de hát még máshogy gondolkodnak azért ők a pályán, mint ahogy a szülő gondolkodik. Mondom, nálunk, én olyanokat hallok, hogy 7 éves a gyerek, hogy mi lesz, hogy nem jössz haza, hogy ha kihagyod, hogy ne legyél béna, hogy miért nem lövöd be, hogy passzolj, hogy nyisd már ki a szemed, hogy vak vagy. Érted? Nem tudnék ilyet ordibálni a saját gyerekemnek. Nyilván, azért van egy határ. Ugye? Tehát, hogy van egy határ. Nem lesz vacsora, hogy, és azt látod a gyereken, hogy belenyomorodva az apja a terhébe, próbál minél inkább teljesíteni, egyre bizonytalanabb, nyilván kihagyja, mellé rúgja, még talán nem is olyan ügyes, és az apja meg ott terrorizálja a kerítés szörnyű mellett, de úgy, hogy a többi szülő így vigyázva ül mellette, és nem akar vele azonosulni. De figyelj, ha megkérdeznéd az apukát, akkor ő biztos, hogy megmagyarázna, hogy ez miért van, mert hogy a gyerek most lusta, a gyerek csak ebből ért, a gyereknek igenis kell az, hogy nyomás legyen rajta, mert egyébként teher alatt nő a pálma, egyébként az edző bár egyáltalán nem érti dolgát, és a másikat játszhatja, pedig
mindig az ő gyerek. Sokkal jobb, igen, bele kéne rugatni az összes 11-est, mert egyébként igen, ősi kétlábas, nem pedig a másiknak csak a jobb lába jó, és egyébként is ez a gyerek egyáltalán tiszta anyja, azért hozták el sportolni, mert egyébként elhíz, és megmagyarázná. De most elindulsz egy, igen, elindulsz egy futóverseny, nem mindegy, hogy hol fut be a gyerek, tényleg nekiállsz rángatni. Abszolút tényleg mindegy. Fogod a kezét, és semmi végig rángatod. Ezeket nincsen. A gyerekeket a fotósorozat szerint végig rángatták a pályán a hülye állatszülők, azért, hogy ők érjenek be először. Most meg, hogy ordít mögötted a gyereked, és mondod, picsike, ne sírjál. Kitéped a kezem, de fáj, de meg vagyok érve. Tudod, a gyerek miért? Tehát mögötted jön egy, mit tudom én, 5000-es tömeg, minden gyerek ordít, ki ne elsírja magát. Anyuka meg lobogó haja a farmer jackyben végig rángatja a gyerekét a pályán. Úgy, hogy sír. Hát nem kéne az ilyen szülőt felakasztani? Hát de komolyan mondom, nem? Azért, mert miről van szó, ő meg akarja nyerni. A szülői becsvágyról. Hogy ott állhasson a dobogó mellett, pedig ez a gyerekről szól, senki másról, meg a sikerélményről. És a gyerek az mindennek tud örülni. Mindennek tud örülni. A szülő az már nem annyira, mert hogy valószínűleg egyébként a munkahelyéről is, meg amúgy a körülötte lévő világból is azt hozza, hogy csak az számít, hogy győzöl, vagy veszítesz. Tehát, hogy a győztesekre mindenki emlékszik, a vesztesekre senki. Igen, második, de... harmadik hely, negyedik hely egyszerűen nem létezik, győzni kell. Igen, de én például a kicsi gyerekeknél ezt még nem értem. Tehát 6-8 éves gyerekeknél, te amikor azt látod, hogy az apa veréssel fenyegeti, meg ilyeneket kiabál be, nagyon jókat én hallgatok, nem azért van szemed, hogy csípje a szappan. Nagyon jó. Jó. Érted, és ezt látod a 7 éves gyerekeknek, aki még előre sem megy, nagyon nem tudja, hol a kapu, lemenne egy kicsit focizni, nem biztos, hogy focista lesz egyébként. És az apa meg az anya két sonkás zsömlét majszol a kerítés mellett, és ekkora feje oldibár a gyerekkel, hogy nem, idén nem lesz semmi, nem lesz semmi. Nincs nyaralás, nincs bicikli. Járon 11-eseket fogsz gyakorolni kint. Szóval... A játszótéren. Igen. Mennyi a junior maraton, mennyit futottak volna? Hát ez egy nem. Persze néhány száz méteresek, maratonnak nevezik őket, de itt tényleg ilyen néhány száz méteres távokról van csak szó. Ezek a mini maratonok, ezek nyilván nem erről szólnak. Pár száz métert kell lefutni, hogy a gyerek mégis érezze meg, hogy milyen az, hogy együtt, közösen csinálsz valamit. Szerintem ennek nyilván ez az értelme. Itt egy kanyar, ezt most levágjuk. Szálljunk már szóra a hetes buszra, mert nem lehet. Ugye nagy kérdés, hogy szólsz ilyenkor a szülőnek, amikor látod, hogy Robb már terrorizálja a gyereket, vagy nem szólsz? Azért nem szól az ember, nem? Tehát ráhagyod, nem nincs között hozzá, ugye? Simán benne van a pakliban, hogy neked esik. Tehát, hogy itt, és képzeld már el azt a szituációt, amikor belekeveredsz egy ilyenbe, ilyen helyzetbe, és ott birkoztok egy másik szülővel, ott tépitek egymást, és már mindenki körbeáll benneteket. Az egyik oldalon az ő gyereke áll, könnyes szemmel, meg tátott szájjal, a másik oldalon meg a tiéd. Próbálnak széthúzni benneteket, de nyilván azért, ember közel jön. A salakporba ott henterektek mind a ketten. Azt mondja, a két gyerek, menjünk ki egy üdítőre, ja, a büfében az öreg, egyébként igen. Például azt mondják, hogy ezt így olvastam, hogy amerikai egyesületeknél, sportegyesületeknél nagyon sok ilyen ki is írják már a bejárat mellé egy táblára, hogyha te úgy gondolod, hogy a te gyereket fontosabb, mint az összes többi gyerek, hogyha bontod a csapat egységet, hogyha azt gondolod, hogy te jobb vagy az edzőnél, és hogy ez a sportákhoz jobban értesz, akkor maradj kint. De jó, ez de ez milyen jó egyébként. Igen, kiírják ki. Ugyanis náluk ez egy ilyen ténylegesen jelenlévő dolog, hogy bemennek a kicsit, egyébként a sporthoz valószínűleg talán valamikor volt közük, de aztán valahogy mit tudom, kettébe tört. Az egyébként, hogy hívják olyan pályák, aminek a végén nyilván Michael Jordan-nél váltak volna, például, hogyha csak a kosárlabdáról van szó, és akkor ő a gyereken keresztül akarja megvalósítani a saját soha szárba nem szökkevő vágyait, elképzelését, a saját karrierjét akarja megcsináltatni a gyerekkel. És bemennek, és akkor üvölteni. Ráadásul ilyenkor tudják, mi van, hogyha például szponzorálja is az egyesületet, vagy támogatja valamivel, tehát hogyha hozza vissza a gyerekeket, vagy belead mondjuk egy kis lóvét, kifestette a tornatermet, meg mondjuk elmegy időnként letolja a pályán a gyepet, vagy beleadott a cipőpénzbe, a mezpénzbe, stb., akkor onnantól ez már az is gondolja, hogy ő beleszólhat, mert kvázi részvényes. Ja, én nem vagyok, ti se vagytok, hogy nélkülem mezitláb rúgnátok a bőrt. Az ilyen típusú gyermekmegalázás, mint nekem sokszor tényleg ne gyorsult a gyermek szépségversenyekhez. Hasonló, nem? Nézd meg a gyermek szépségversenyeken az anyukákat, hogy 80%-uk nagyon ronda, nagyon elhízott. Figyelj, nézd meg, hogy az a saját meg nem valósult, fejben létező idealisztikus álmát próbálja a 6 éves kis szobbarakot nagyon kirúzsozott kislányán magas sarkuban föltolni a színpadra, hogy merő szép, merő szép.
ha már egy ronda vagyok. Ugye majd ő biztos meggyeri. Nézd meg azokat az anyukákat. Tisztelet a kivételnek, akik egyébként gyerekszépségversenyre tolják a sarádjuk gyereküket. Micsoda frusztráció, nem? És ott áll anyuka egyébként. Mosolyog, de ásad ki a cicit. Milyen cicit van? Semmi. Pici kislány. Milyen cicit? 8 és fél éves vagyok. Na, írjanak nekünk tényleg, akár edzők is egészen nyugodtan, jó, hogy milyen szülői szélsőségeket tapasztaltatok, mit láttatok. Onnantól kezdve, amit írnak hallgatóink tényleg, hogy láttátok, ahogy motorversenyen apuka egy vödörvízzel leöntötte a gyereket. Nem tudott rendesen végigmenni a pályán. Miket kiabálnak az apukák, az anyukák? Ti, mint szülők, mit tapasztaltok? Illetve tényleg edzők is, amikor már úgy éreztétek, hogy vagy szólni kell, vagy beszélni kell az adott szülővel, mert egyszerűen hát demoralizálja a gyereket, a csapatot és a többi szülőt is. Mert egy-egy ilyen szülő tényleg tönkre tud tenni. Akár egy egész edzést. Jó, hogy mit láttatok, mit csinálnak? Mit csinálnak ezek az emberek? Elképesztő egyébként. A fotót fölrakjuk a Facebookra, nézzétek meg, nagyon tanulságos. Már fönt van, ahogy a sírozók, ahogy a hajóról menekülnének, és nem pedig egy gyerekeknek rendezett futóversenyben. Lehet, hogy futnak valami elől. Három gyerek van elő, és mind a három levegőben van. Tehát annyira tépik, hogy nem ér le a lábuk a földre. Elképesztő. Na, írjátok meg, ha van ilyen szülő a környezetetekben, jó? Hogy mit csinál a szegény gyerekkel. 7:08, 1 perccel jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Szupertrafi a 4-esen, Hajdúszoboszló és Debrecen között, Ebes közelében mérnek a 60-as táblánál. Csoki guru, köszönjük szépen, hogy elküldted. Na, egy érdekes témával foglalkozunk, ugye arról, hogy milyen az, amikor az ember szülőként elviszi a gyermekét különböző sportversenyre, és másik kicsit túlvezérelt szülővel találkozol, aki vagy ütivágja a gyermekét, vagy szavakban, verbálisan terrorizálja szavakkal, és hát nem bírja elfogadni, hogy a gyermek nem úgy teljesít, ahogy szeretné, vagy a csapata éppen kikapott. De hogy ez nem egy magyar sajátosság, ugye beszéltünk egy osztrák futóversenyről, egy linci futóversenyről, ahol apukák, anyukák indultak el a junior maratonon, és a gyermeküket, a síró gyermeküket végig tépték az adott távon, miközben a gyerekek kiabáltak, sírtak, és elképesztő sajtófotók készültek, hogy rohanó anyukák, apukák a földön fekvő gyerekeket hogy próbálják tépni, hogy ők legyenek az elsők. És ugye persze nyilván ez egy érthető szülői mentalitás, legalábbis abból a szempontból, hogyha a gyermek versenyzik, te izgulsz, ott vagy, drukkolsz neki, de hát vannak szélsőségek, és mi most a szélsőségeket kerestük. Arra kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy nektek szülőként a környezetetekben van-e olyan szülő, aki hasonló mentalitással viszi le a gyereket egy tornaedzésre, vívni, úszni, vagy éppen egy fociedzésre. Hát egészen elképesztő SMS-ek egyébként, hogy apukák, anyukák hogy gondolják, vagy mit gondolnak a bíztatásról, és a mentális támogatásról. Szóval hihetetlen. És hogy bele se gondolnak, hogy az alapjelvi egyébként mennyire hosszú távon, mennyire megnyomorítja a gyereket. Szörnyeteget. Tehát amikor a gyerek már nem a versenyre koncentrál, hanem attól szorong, hogy az ő apja megint hogy fog viselkedni, és neki ez mennyire kellemetlen lesz, micsoda teher, nem? Mennyire tönkre teszi ezzel a saját gyerekét. A veszteni nem tud apuka. Karate diák olimpián láttam, hogy a WC-ben a 10 éves gyerek szűkölve retteg, ahogy apuka ordítva magyarázza, hogy szúrta el az első meccsét, néha belerúgva, beleboxolva a WC ajtóba. Mutatta is. És ő is megértette a karate lényegét. Az öcsém régen focizott, 12 éves volt, amikor az egyik teremtornám apám nem kevés hideg kávé után unikummal, egy bírói ítélet után bement a pályára, és segbe rúgta a bírót. Kivezették a terembe. Ez még a jobbik egyébként. Ember oda megy, fennékbe rúgja, kivezetik. Gyerekfocikupa pár éve apuka üvölt a 8-10 éves fiának, hogy neki méld, rúgt fel azt a béna gyereket. Annak a béna gyereknek az apja egy jól megtervett, aktív olimpiai bajnokunk volt, az üvölt apuka akkora sallert kapott tőle. talán még most izzunk mindene. 14 éves unokaöcsém vízilabda meccsi, miután kikaptak, a kapus apja olyat lekevert a fiának, amitől vízhangzott az úszoda. Erre az edző bevágta a medencébe. Hogy milyen szélsőségek van? A saját gyerekedet gondold el. Engedett 4 gólt. Mennyire megalázó, igen. Nálunk a körzeti megbízott fia focizik az ifibe, mikor felrúgták, üvölt, még egy ilyen és szolgálatba helyezem magam, és apád gyalog fog járni. Az ő kétesen, de jó. Még egy ilyen szolgálatban helyezem magam. Na kérem, akkor forgalmi jogosítvány hajtási engedély. Igen, akkor kivágválok az autón, nem biztos találok valami. Igen. Teniszversenyen, országos bajnokságon az apuka minden egyes elrontott pont után azt üvöltette a lányának, hogy olyan vagy, mint az anyád. A győztes meccs után természetesen büszkén mondta, hogy az én lányom. Ennyire durva.
Van egy hallgatónk is, haló, jó reggel, ciao. Sziasztok, Juska vagyok. Hello Judit, na, szia. Veled mi történt? Vagy te mit láttál? Én átéltem egy helyzetet. Vácon voltunk, a fiam olyan 9-10 éves lehetett focizott, Vácon voltunk teremtornán. Na hát aztán ott volt egy túlvezérelt apuka, akivel folyamatosan problémák voltak. Teremtorna volt, ezek olyan 15 perces meccsek, folyamatosan cserélik a gyerekeket. Na most, amikor az ő fiát lecserélték az én fiamra, mindenki béna volt, mindenki szerencsétlen, mindenki nulla volt, csak az ő fia volt a jó, és az ő fia mondja a gólokat, miért kellett lecserélni is. Hát természetesen elkezdte szívni a fiam, hogy mert az enyémet rakták be. És akkor szóltam neki, hogy most már jó lenne egy kicsit visszavenne. Na akkor még nem is szólt vissza nekem semmit, hanem szünetben jöttem le a lépcsőn, ő jött fölfele, fogta, és így álom vett alulról, ahogy jött fölfele a lépcsőn, hogy vegyet vissza. Nem, nem mondott komolyan. De frankon összekoccant a fogam, na ott aztán látták apukát, úgy azért elkapták meg az edző is, hogy azért ez már nagyon sok volt. Tehát oda ment, és azért, mert mondtad neki, hogy kicsit vegyen vissza, oda ment, és álcsúcson vágott. Igen, mert neki nem szólhatott senki. És folyamatosan ez ment minden meccsen. Volt olyan meccs, hogy kapunk keresztül ki kellett zárni, tehát támasztották az apukák a kaput, hogy ne tudjon bejönni, mert neki akart menni másnak. Jézus Mária. Primitív. És a többi szülő elkapta, vagy meg akarná ezt? Természetesen, persze, mikor látták, voltak, mert ugye jöttek mögöttem le, csak pont egy ilyen fordulóba voltunk, lépcső fordulóba, és ő csak engem látott, ahogy én kiléptem a fordulóból, és ugye rögtön fogta, így felemelte az ötlet, és álomvágott, úgyhogy rendesen összekoccant a fogam. Úristen! Úristen, hát ez egyfajta véglet, igen, hát pont ezeket keresünk. Igen, igen. Na de aztán nálunk voltak anyukák is, vehemens anyukák is. Volt olyan meccs, hogy meccs végén 4-5 anyuka rontott be a pályára, úgyhogy a végén rendőrt nyitott, hogy megvédjük. Egymással verekedtek össze, vagy egymás gyerekeit akarták megverni? Nem, hanem a spori folyamatosan ellenünk fújt, az anyukák egy kicsit túlvezéreltek voltak, összekarolkoztak, és meccs végén a sporit megszerették volna. Az, amikor 4 ilyen magas sarkus anyuka üldözi a sporit, azért az kemény, nem gyerek. Igen, nem. Igen. Igen, komolyan körbevették, folyamatosan magyaráztak, neki szívták, és aztán kihívták a rendőröket, mert ott már akkor a csetepaté lett, hogy ugye a másik csapatnak a szülei próbálták megvédeni a sporit, akkor már nem csak a sporit akarták megvenni, hanem egymást. Hát, és sajnos, aztán el is lettünk tiltva. Sajnos azért ez a focinál meg aztán pláne nagyon jellemző, tehát van egy-két sportág, ahol azért a szülők kicsit túlvezéreltek, és talán kevésbé intelligensek, vagy éppen unintelligensek, és sajnos sokszor a foci ilyen. Tisztelet a nagyszámú kivételnek, azért vannak normális szülők is, akik normálisan kezdik a gyereket, normálisan drukkol, de igen, szóval a foci az egy ilyen sport. Igen. Köszi, hogy elmondta, ciao. Vigyázz magadra. Szia. Hello. Van egy foci kapus, 11 éves srác, apuka is kapus volt, minden meccsen apuka a kapu mögött vetődik és ugrik. És mondja a gyerek. Ez jó, ez tetszik. És mondja a gyerek, ez jó. Most jobbra, most balra. Igen. Balra, rúgaszkodja. De mi a gyerek hülye? Tehát nem tudja menni. Azt fiát. Jó, őt szeretem egyébként, ha jól. Tehát beállni a gyerek kapuja mögé vetődni. Fedő neve Árnyék. Őrült kellemetlen lehet egyébként, amikor ezt a faterot csinálja, gondolod. Jó, de ő a... Apa, ő az a léci, ülj már le, annyira ciki. Bara! Igen, van, Jézus, Atya úristen. Azt mondja, hogy nagyon sok jó jött még. Kihagyott gól, apa a fiának üvölt teritorokból. Csináltam volna meg inkább a szekrényt, amikor téged csináltam. Jaj, ne már. Megyei foci meccs, 11-es rugásnál. Apuka telitorokból ordít a partvonalról a 10 éves kapus kisfiának. Véd ki, bé meg, mert ha nem összeverem az anyádat. Gondold el, atya, úristen. Hogy anyát fogják bántani, ha én most béna leszek. Úristen. Sziasztok, judó verseny. Túlvezérelt apuka a sörös dobozzal a kezében állt a tatami szélén, miközben a fia az enyémmel meccs, és azt ordibálja. Öld meg, nyírt ki, tört ki a kezét. Sörös dobozol a kezébe. Úristen. Atya Isten, szerintetek, kérdezi Taylor. Nagyon durva, és nem is tudsz vele mit csinálni. Uh-huh. Tehát drukkolsz a gyerekenek, legyen túl a meccsen, nem tudsz mit csinálni. Nem a fair play-díjra hajt. Igen. A lányom csapattársának az apukája puskát írt a gyerek kezére, hogy kézilabdázik, hogy hova lőjön kapura, és hogy helyezkedjen a meccsen. Képzeld meg, hogy a gyerek olvas a tenyeréről. Jobb fessen. Pipa. Úristen. Apuka teniszmeccsen telitorokból ördít. Ne nézelődj, nem vagy turista.
Láttam olyan motocross verseny Pilisjében, hogy az apuk egy vödörvízzel locsolt el a fiát verseny közben, mert nem úgy ment, hogy ezt elvárta volna. Hozzáteszem, sokat javított, ezután a srác, aki 14 éves volt. Volt motiváció. Meg akart száradni. Az én faterom minden birkózó versenyt végigült a szőnyek széléről, sőt, még a dobásokat is csinálja utána. Az mekkora lehet. Egy levegővel végig tud lövölteni 6 percet. Ez mikor a csípődobás vagy a váldobás, tehát elárnyékolod, azért az... Igen. Az picit erősnek tűnik, nem? És amikor a gyerekedet két vára fektetik, akkor te is fekszel, gyerek, gyerek. Földharcol a semmivel. Nincs még tus, nincs még tus. Nem ért le a két vállal, nem ért le. Úristen. Nagymamám a futballmeccsen a gólban tartó labdánál beszaladt a pályára, és kirúgta a labdát. Örökre kitiltott. Jó, ezt mondjuk bírom. Igen, nagy, de ezek jók. Nagyi kapd el. Tehát van az a típus, aki azért szerethető valahol, tehát úgy túlvezérelt, hogy érted, még egy hazadás, és görög tüzeket gyűjt a pályaszélén a nyuszi kupán. Tudod? Tehát hogy ezek jók, tehát hogy ők viszik a csapatot. Gyerekfocin egy anyuka kiabálta a fiának, rúgt fel azt a kis köcsök 13-ast. A 13-as a pici öcsém volt, a nagyobbik 20 éves öcsém pattant, és egyből megindult, mondom, remek, a 2 méteres öcsém mindjárt megver egy anyukát. Végül is csak verbálisan bántalmazta. Úgy, hogy a férje próbált beleolvadni a tömegbe, és letagadni, hogy az ő felesége volt ekkora paraszt. Nem, nem azért, Csak ismerős, a kertszomszédunk. A kollégám feleségét kitiltották a tihanyi foci meccsről, mert berohant, és leköpte a bírót. Amikor egy anyuka nyomja, az a legnagyobb. És azért viszonylag nehéz megőrizni a sporinak, hogy is ugye csak a tekintélyt, amikor kergeti 3-4 anyuk, és ilyen centrumos szatyrok a fejét, és megpróbálják leköpni. Jön egy magas sarkú nő, frissen ondulált vörös hajjal, fut feléd magas sarkóval, és arcon köp. És így állsz, és azt mondta, hogy te atya úristen, mindennek az alja. Mit csinálj? Mindennek, és ráadásul egy nő. Tudod, egy nő. Arcon köp egy nő. Meg a parti az is haj, hogy harák volt. Mert felrúgták a gyerekét. Úristen. Junior boxbajnokság. Elég tehetséges 8-9 éves fiú, kisfiú sajnos pontozással kikapott. A gyermek kérdezi meccs után az apjától, hogy apu, kaphatok egy kólát, mire az apuka közli ordítva. Nem kapsz te semmit. Úgy boxoltál, mint egy nő. Szegény gyerek kicsit mosolyogva próbálta leplezni, szégyelli magát. Istenem, az ember szíve szakad meg ilyenkor, nem? Ez a legrosszabb, amit mindenki mond, hogy persze, legyél szigorú, meg mondtam, csak ne alázd meg sok ember előtt, mert az ég be igazán. Még csak nem is a pofon, vagy egy ilyen makarenkója, amit az ember néha úgy nem tud megállni, hanem amikor sok ember előtt alázod meg, az ég be igazán a gyermekbe. Egy ilyen, de a gyermek lélekben, tehát akkor teszed igazán tönkre, amikor ennyi ember előtt megalázod. Meg az a legsúlyosabb büntetés, súlyosabb, mint egy pofon. És pedig aztán nem ember a gyerekem. Ezeknek a szülők még semmi közük nem volt semmilyen sporthoz. Igen. A saját meg nem élt vágyai. Igen. Persze, és aki nem élt, és be nem teljesedett vágyai. Abszolút. Miért is lehettem volna paplaci? Hát csak soha nem boxolt. Hát de le, ha akarja, lehet. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Tudtuk, hogy ez egy jó téma lesz. Elképesztő. Elképesztő sok szülő van. Igen. Játszunk. Itt van már is a játékosunk, a kérdés. Mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjél a nime. Aki válaszol. Halló. Halló, Illoz vagyok. Zoli, hello, Zoli. Hello, 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 sziasztok. Zolikám, szólásmondás vagy tárgy, mivel induljunk? Vagy mi legyen? Tárgy legyen szerintem. Tárgy. Indítjuk az órát, figyelj. Aclátótagosom. Atya, úristen! Hú, ez most kemény lett. Aclátótagosom. Aclátótagosom. Most. Aclátótagosom. Gosom. Mutatjuk még egyszer, csak akkor kiveszünk valamit, ha akarod. Mosógép? Nem. Nem. Annál picit hosszabb. Mosogatótál? Nem. Már majdnem jó volt. Aclátótagosom. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Egy picit komolyabb témával folytatjuk.
Mert hogy szerintünk mindenkinek van véleményére a dologról, ahogy látjuk egyébként az internetet, a Facebookot, és a különböző közösségi oldalakat pro és kontra felsorakoznak a vélemények. Ebből talán tudjátok már, hogy miről van szó, ugye Kis Lászlóról szeretnénk néhány mondatot beszélni, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi kapitányáról, akiről egészen elképesztő dolgok derültek ki, miközben mégsem derültek ki, mert állítólag ez tudható volt. Tudható volt úgy, hogy tudta a szakma, de nem tudta az egész ország, ellentmondó nyilatkozatok, furcsa eljárás, és mindenféleképpen szerintem az egész társadalmat, a hallgatóinkat, a szülőket megosztó dolog az, ami történt. Azért mondom, hogy megosztó, mert maga az, amit elkövetett, nyilván nem az, hanem az utána, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen az ítélet, az eljárás, és az, hogy ő hosszú-hosszú éveken keresztül tudott úgy dolgozni, hogy szerintem rengeteg ember, köztük egyébként magunkat is beleértve, nem tudta ezt a dolgot. Ugye kiderült a szövetségi kapitányról, az úszóválogatott szövetségi kapitányáról, hogy csoportosan elkövetett erőszakos nemi közösülés büntette miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték két korábbi úszótársával együtt. Ezt ugye a privátkopó.hu nyomozta ki, és megszerzett dokumentumokra hivatkozva tették közzé. És hát robbant a bomba, ugye mindenki próbálta menteni, ami menthető, nyilatkozott Kis László, nyilatkozott Gyárfás Tamás, ki így, ki úgy, minden esetre az ügy az elképesztően megosztó, és nagyon sokan sokféleképpen gondolkoznak erről. Van, aki érthető módon a fejét követelik, és azonnali lemondást kiáltanak. Vannak, akik azt mondják, hogy egy olyan edzőről van szó, aki leülte, megbűnhődött, rengeteg díjat nyert nekünk, rengeteg mindent köszönhetünk neki, és igenis joga van továbbra is szolgálni az úszókat, tehetségekkel foglalkozni, és igenis, ha valaki egyszer már elkövetett egy bűnt, és azt leülte, akkor kapjon egy újabb esélyt. Ugye itt talán ez a két álláspont vitatkozik egymással, vagy találkozik egymással, és mindenkinek van erről szerintem határozott véleménye. Itt az érvelésekkel van egyébként szerintem a legnagyobb probléma, amikor így megpróbálják védeni. Most más kérdés, hogy kell-e védeni, nem kell védeni, de amikor azt mondják nekem, illetve nekünk, a közvéleménynek, sportszerető embereknek, meg úgy általában a magyar közvéleménynek, hogy ez tudható volt, hogy erről nagyon sokan tudtak, és ez soha nem volt titok, akkor hadd kérdezem meg, hogy akkor miért ügy ez, vagy miért lenne ügy egy olyan dolog, amiről mindenki tudott. Azért robbant, ahogy te is fogalmaztál bombaként, egyébként a magyar közéletben ez a hír, mert gyakorlatilag senki nem tudott róla. Lehet azt mondani, hogy az úszóberkeken belül, ami nyilván egy zártabb közösség, úszóberkeken belül, főleg az idősebb korosztály, vagy mondjuk a vezetőség tagjai részéről, egyébként a vezetőség tagjai részéről is többen nyilatkozták azt, hogy ők sem tudtak erről az esetről, de hogy ez tudható volt, és hogy azért nem kapjargatták ezt a dolgot, mert nem szerették volna vele a szövetségi kapitányt bántani, érezték, hogy ez egy kellemetlen szituáció, vagy egy kellemetlen ügy, hát nyilván joggal érezték ezt. Tehát, hogyha ez nem volt titok, ha ezt mindenki akkor tudta, ezt miért, akkor ez most miért hír? Miért mondod azt, hogy ezt most leleplezték? Hogy most tárták a közvélemény soha elé? Nem, hiszen soha nem hallottam tudni lehetne. Róla. Aztán van itt még egy olyan paragrafus, ami ugye pont ezt erősíti meg, hogy például a Wikipédián most javították ki a róla szóló kis bejegyzést, és írták bele igen, ezt ez kiderült, ez egy nagyon szerencsétlen dolog, hogy a Gyárfás azt mondta, hogy ez a Wikipédián mindenki által olvasható igen, volt, pont a Demcsákéknál bent a Mokkában. Aztán kiderítették újságírók, hogy nem, ez nem volt benne, hanem ezt beletették, amikor az ügy kiderült, akkor éjszak ezt valaki beleszerkesztette, mintha ez egyébként 10 éve, 20 éve ott lenne a Wikipédián. Nem volt ott, ez kiderült, ezt is kinyomozták. Nem túl rutinos az illető, mert ugye a Wikipédia mindig nyoma marad a bejegyzéseknek, és igazából utána is lehetne menni akár, hogy ki volt az, aki ezt a bejegyzést elkövette, vagy milyen gépről történt, mert ott nem, csak úgy nem lehet beleírogatni a szócikkekbe. Tehát mindenképpen marad nyom. Maga az ügy az szerintem felháborító, és amikor olvasod a részleteket a vádiratból, vagy az ítéletből, akkor az egész egyszerre megdöbbentő. Felfoghatatlan. Én egyébként kimondom, amit gondolok, én szerintem teljesen érthetetlen, és nem értek egyet azon véleményekkel, akik azt mondják, hogy leülte, megbűnhődött, és joga van egész egyszerűen itt maradni és vezetni az úszótársadalmat. Tehát egy ilyen ember, és én értem, hogy leülte a büntetését, más országban azonnal lemond.
azonnal lemond. És nincs más lehetőség. És az, hogy egy ilyen ember vezesse az olimpián a magyar úszókat, én tisztában vagyok azzal, hogy szövetségi kapitány, magyar érdemre nagy kereszt, prima, primissima díj. Azt sem értem egyébként, hogy ez tudható volt, akkor valaki hogy kap ilyet. Bizony. Uh-huh. Szóval nagyon sok kérdés van, nincs más. Csak hagyj idézek egészen konkrétan, prima, primissima díj. Az a küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé azokat a kiválóságokat, akiknek a teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára. Ezt meg is tette, ő állított igen, példaképeket, csak ő igaz. Maga nem lehet az, ugye? Csak szerinted, amikor ezeket a díjakat odaítélik, akkor azok, akik odaítélik a díjat, azok tisztában vannak, vagy tisztában voltak ezekkel, ezzel az esettel egészen konkrétan, történt? Hogy mi történt a múltban? Nem tudom. Igen. Nem tudom, egy mondat csak arra, hogy leülte a büntetését, nem ülte le. Tehát nem, ráadásul nem éve, is. Ugye 5 évet kapott, azt hiszem. Első nem, fokon 5 év, van, aztán a második, az harmadikra 20, módosította, de az 20 sem. Hónapot igen. ült igen. le, itt most azt feltételezik nagyon sokan, hogy kötött valamiféle vádalkot. Annak idején, igen, annak idején ugye ráadásul miután ő szabadult, és ugye nem is töltötte le a teljes büntetését, miután ő szabadult, szinte közvetlen utána már úszhatott, a Spartakusznak lett az edzője. Nagyon-nagyon furcsa az, hogy abban az időszakban ráadásul, ahol ténylegesen erkölcsi bizonyítvány nélkül senki semmilyen munkát nem kaphatott, legfeljebb, mit tudom én, mehetett vagont kirakni, vagy mehetett a szabad kikötőbe, vagy mehetett segédmunkásnak, ő rögtön újra visszakerült abba a közegbe, ahova igen, tartozott csak ez addig egy negy, is. Igen, csak ez egy 40 évvel ezelőtti dolog, amit már nem tud szerintem, tehát okafogyottá válik arról vitatkozni, hogy az most ott jogos vagy nem, mert annak a körülményeit nem tudod. Szerintem itt a fő kérdés, hogy jelen pillanatban egy ilyen ember, akiről ezt kiderül, az mit kell, hogy csináljon önmaga miatt, a társadalom miatt, az úszók miatt ragaszkodni a székhez, és azt mondani, hogy már pedig megbűnhődtem, leültem, és tiszta lappal indítok, és bizonyítok, vagy azt mondom, hogy nem, értem, ez kiderült, megbántam, leültem, megbűnhődtem, azt hiszem, hogy bizonyítottam, talán esélyt is kaptam, de értem a felháborodást, és lemondok. És akkor is lemondok. És akkor is lemondok. Tehát most tételezzük fel azt a helyzetet, hogy például kiderül ez mondjuk egy tanárról. Igen. Mit csinálna vele a magyar társadalom? Hát valószínűleg a fejét követelni. Egyértelmű. Ha megtudnák ezt valakiről, hogy csoportosan erőszakot követett, szexuális erőszakot egy ártatlan, kiszolgáltatott nőn, úgy, hogy egyébként ők hárman voltak férfiak, és egyedül volt a nő, hát elolvasott, hát szörnyű részletek derülnek ki. És itt felnőtt férfiakról tehát beszélünk. Egy ember ellen, egy nő ellen, a teste, a lelke ellen ilyet elkövetni, az a legocsmányabb bűncselekmény, amit el lehet. Már csak ezért is azt mondod, hogy igen, én ezt a dolgot nem, bár megbántam, leültem, megbűnhődtem, de egész egyszerűen nem folytatom. Tehát milyen példa az, ahol egy ilyen ember egyébként utána olimpiára vezet úszókat. Ugyanakkor meg sikeres úszókat gyártott. Na ez a morális érted? Kérdés, és ezért ez érdekes a dolog, igen. Hogy közben utána meg 40 évig olimpikonokat adott az országnak, hogy bizonyított, hogy nem követte el újra, ott volt az egész szegély. Ezért érdekes ez a kérdés, ezért nem fekete vagy fehér, én a saját véleményemet mondom, igen, hogy ugyanakkor ez nem kérdés. Én... Tehát, de ha ez kimondott, hogy egy ilyen ember, aki elkövetett valamit, az nem lehet egy ilyen pozícióban, akkor ezzel azt mondjuk ki, próbálok egy picit, nem szívből, de átállni a másik oldalra, akkor egy picit azt mondott ki, hogy azok, akik valaha az életben elkövettek egy dolgot, azoknak végük van. Érted? Hogy nincs megbocsátás. Nem. De egy picit ezt mondjuk ki. Ezzel. Nem. Aha. Én nem ezt mondom, hogy bűncselekmény és bűncselekmény között is van különbség. Tehát, hogy miért ültél? Gyilkosság miatt ültél, szexuális erőszak miatt ültél, lopás miatt. Én nem azt mondom, hogy az, aki a börtönből kijön, nem kaphat másik esély. Lehetőséget. Mert igenis van joga visszaéleszkedni a társadalomban, de amikor valaki olimpiára vezet, amikor valaki példakép, amikor valaki fiatalokkal foglalkozik, amikor valaki egy nemzet előtt áll, és azt mondja, hogy én viszem a nemzetet az olimpiára, akkor van szó arról, hogy egyértelmű, hogy úgy vállalom a felelősséget azért, amit tettem, hogy tisztán vagyok annak a súlyával. Igaz, talán bizonyítottam, meg kaptam lehetőséget, és szolgáltam a társadalmat, de jelen pillanatban, ha ez ekkora nyilvánosságot kapott, és így derült ki, akkor viszont lemondok. Érted? Ettől ő még azért kapott lehetőséget, és attól azért ő még... Persze, és bizonyított is. És bizonyított is, de másképp, hogy milyen minőségben akarsz te visszaállni a társadalomba. Olyan minőségben, hogy elmész egyszerű újra lakatosként, és többet nem versz át, és nem bántasz senkit, és nem vered meg, és nem okozol erőszakot, vagy vezetsz
valahova valakiket, és viszed magad mögött az országot. És ez kép az országról, ez kép az úszószövetségről, ez kép az úszókról, rólunk, arról, hogy egy csoportos, nemi erőszakot elkövetett ember miért, hogyan vezethet egyébként egy országot a következő olimpiára. Nem vonom le az ő értékeit az elmúlt évből. Hát nem mondom azt, hogy valaki nem kaphat edző, második lehetőséget. De egyszerűen, tehát egyszerűen itt nincs jó megoldás. Azért és az, hogy az úszószövetség védi, és a gyárfás azt mondja, hogy hát egyébként könnyűvérű volt az a lány, és egyébként már nem él, de hogy az a lány elvileg mindenre kapható volt. Ez sem túl ízléses dolog, egyébként egy szóval olyan emberről beszélünk, aki egyrészt áldozat volt, másrészt pedig már azóta elhunyt. Egy tekintélyes ember lánya volt, ezt ugye a Kálmán Olgánál mondta meg az Egyenes beszédben, aki kapható volt, aki már nem tud védekezni, akinek nem tudjuk, hogy mennyire nyomorodott meg az élete. Nem tudjuk, hogy milyen hatásai voltak ennek az estének, ennek a délutának, valószínűleg az egész élete tönkre ment, hát akin csoportos szexuális erőszakot követnek el, annak az egész élete tulajdonképpen tönkre megy, és nem szól másról, mint ezen trauma feldolgozásáról. Érted? Tehát itt morális kérdések azért felmerülnek, hogy te milyen szinten illeszkedsz vissza a társadalomba. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy hiba, hogy nem mondja, és ezt az úszószövetség összezár, és feloldozzuk, és azt mondjuk, hogy persze leülte, és hát nem mondjon le. Hát ez milyen kép a fiataloknak, a gyerekeknek, a szülőknek? Az egy nagyon érdekes dolog, hogy évek óta azt látjuk, meg azt tapasztaljuk így a magyar közéletben, hogy bárkiről, bármikor kiderül valami a múltjából, valami sötét folt, legyen az, hogy mit tudom én, tagja volt valamilyen államvédelmi szervezetnek, valamilyen olyan katonai szervezetnek a háború előtt, amit mondjuk elítélnek az emberek azóta, és besúgó volt, vagy plagizált, vagy lopta a diplomát, stb. Ezeket az embereket a legtöbb esetben rákényszerítik arra, hogy vállalják a múltban elkövetett bűneikért a felelősséget. Hogy bíróság elé állítják, hogy felállítják őket a pozíciójukból, hogy nyomást gyakorolnak rájuk, hogy felmondjanak. Akkor ebben az esetben ez miért lenne és más? És az, hogy az edzők elismerik, hogy tudtak róla, akkor ez egy nagy közös hazugság, egy nagy közös sunnyogás, egy nagy közös, mi tudtunk róla, de egyébként eddig nem beszéltünk. Ne boruljon ki a Bili, ne legyen baj, most jön az olimpia, ja Istenem, hát most a olimpiai szereplés, összezárunk. Tehát egy nagy közös kollektív hazugság. Kérdezem én egyébként azokat a szülőket, akik oda vitték a gyereket, hogy nincs joguk tudni. Amerikában, ha valaki beköltözik, szexuális erőszakot követel, akkor fölteszik az internetet, tudják a szomszédok, tudhatod, jogod van hozzá. Nem? Itt meg azt mondjuk, hogy mi tudtunk róla, tehát egy nagy hazugságot mondunk el, és kiállunk, hogy persze az úszók azért, és az úszószövetség tudta, akkor miért is nem beszéltünk róla? Miért nem volt joga egyébként ezt a többi embernek, a többi szülőnek tudni, hogy egy ilyen ember dolgozik, nem vonom le továbbra sem a szakmai kvalitásait és az értékeit. Fantasztikus. De nem lehet, hogy valaki tettek. Egyszerűen ez egy magyar betegség, hogy nézd, történik valami valahol nyugaton, igen, vállalom a felelősséget, igen, lemondok, köszönöm szépen, volt 40 éve, megszolgáltam, kaptam lehetőséget, lemondok. Ezt talán megérdemli a hozzátartozó, az a nő, akivel ezt elkövetik. Itt meg mindenki mindig ragaszkodik a széke, és azt mondja, nem, én nem mondok le. Miért nem? Nem ezt várnád el? Nem ez a normális, nem? Hát lehet, hogy az ő értékítélete szerint viszont nem. Ő azt gondolja, hogy letöltötte a büntetését, amit valamiért mérsékeltek, nem na tudom. Na ez a másik lehet, távol, hogy ez azért, is érdekes kérdés. Érted? Lehet, hogy őt azért mérsékelték, mert egyébként halálljó magaviselete volt. Lehet, hogy akkor a pártunk és népünk azt gondolta, hogy szükség van egy ilyen sportolóra, és eltelt azóta 40 év. Ez még csak nem is a jó magaviseletért járó harmadolás volt. Nyilvánvaló, hiszen... tudjuk, vagy nem tudjuk, de sejtjük, hogy lehet mögötte valamiféle alkú. De legyünk jó indulatulok, és tételezzük fel, hogy azt mondta akkori pártvezetés, hogy gyerekek, szükség van erre az emberre, mint sportoló és mint szakvezető. Azóta ő 40 éve végzi a dolgát, és jól végzi a dolgát. Igen. Most nézzük, mit csináltak tényleg az Ákossal egy mondatért, mert valamit rosszul mondott, vagy nem úgy gondolsz, hogy darabokra szedték, nem? Apró ízekre szedték. Nos, ehhez képest, és ehhez képest a külföldi sajtóban majd az jelenik meg az olimpián, hogy egyébként a magyar úszókat egy olyan ember vezeti, aki csoportos szexuális erőszakot követett el harmad magával egy ártatlan, ájult nőn. Hát ha más nem, akkor felelősségvállalásból a magyar emberek miatt mondom azt, hogy nem megyek most már ki az olimpiára, ne ez legyen a kép rólunk. És akkor még mindig nem beszélek a személyes felelősségről, csak arról, hogy akkor most miattatok lemondok. Nem miattunk kellene, saját magad miatt kellene. Annak idején a 1960-as években valahol ez lejött. Jó, na de ezt most felkapta igen. Mindenki. Hogyha a bőtjévek bemész, és Széchenyibe aztán átnyázol pár évtizednyi napi lapot. De ha te megtettél egy ilyet, akkor minden nap el kell mondanod a világon, hogy én vagyok az, aki megerőszakolt annak idején. Nem, de akkor azt sem szabad állítani senkinek, hogy ez egy köztudott dolog volt. Hogyha mutatsz nekem, vagy mutat bárki az utóbbi 20-30
30 évből egyetlen olyan újságcikket is, ahol ezt leírták, akkor én készséggel elfogadom, hogy ez köztudott volt, vagy ez tudható volt. Szerintem én megkockáztatom egyébként, hogyha ez tudható lett volna, akkor adott esetben lettek volna olyan szülők, mint ahogy egyébként én is ezek közé szülők közé tartoznék, akik, hogyha tudok egy ilyen esetről, én nem viszem egy olyan edzőhöz el a lányomat, akiről tudom, hogy ült a sitten azért, mert megerőszakolta az úszótársaival együtt, vagy az edzőtársaival együtt egy másin. Én nem minném oda. És nem érdekel, hogy milyen kvalitású. Az meg a másik oldal, hogy leült, megbüntöltött. De mi van ezzel az oldallal? Értem, nem tudom, hogy nem viszed, nem tudsz róla. Értem. Igen, 20 hónap, tehát ebben én is. Feri álláspontját is értem, amit mond, hogy így egy kicsit próbálok nézni a másik oldalát, veletek vagyok, de próbálom nézni a másik oldalát, hogy akkor egyébként térjünk vissza ahhoz a példához, amit Balázs mondott, lakatos lett az ember a börtönműtetés után, mert azt mondtad, hogy mondjuk legyen lakatos, és dolgozzon egy gyárba. Kiderül lakatosként, hogy ő a világ egyik legjobb képzőművésze fém megmunkálásban, és valaki fölkapja őt. Akkor ő ne legyen majd egy kiállító, izgalmas, érdekes művész, mert elkövetett 30 évvel ezelőtt valamit. Lakatos maradhat, megbocsájtunk neki, tehát lakatos. Művész azért ne legyen, mert a művész már példakép. Én csak ilyen erkölcsileg, meg agyilag próbálom feszegetni a dolgot, hogy van egy ember, őre most azért haragszunk, mert nem töltötte le a büntetését, mert egyébként nemi erőszakot követett el, ami az egyik legszörnyűbb büntet, és ezután próbált talpra állni, vagy miért haragszunk rá? Hát, ne csináljon ilyeneket. Igen. De egyébként a világ legjobbja abban, amit csinál. Ez vitathatatlan. Hát, ez vitathatatlan, meg az eredménye is. Igen, ezért mondom, hogy szerintem ez nagyon-nagyon nehéz lelke. Kérdés. Tehát, hogy ez a baj, hogy ugye a tűzománcnak nincsen lelke, meg a fémnek, meg a... Ja, a gyerekek. Tehát, hogy igen, gyerekekről beszélünk, akikkel foglalkozott. Tehát, hogy azért az szerintem az más. Igen, morális szemben, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon-nagyon érdekes kérdés. Megbocsátani nem nekünk kell. Mi nem tudunk megbocsátani. Tehát megbocsátani az áldozat tud, maximum, vagy az áldozat hozzátartozói, mi megbocsátani nem tudjuk, itt szerintem nem feltétlen ez a jó szó, hogy megbocsátani, mert nem is tudunk mit megbocsátani, ugye nem velünk történt a dolog. De nagyon-nagyon érdekes, az is érdekes ez, hogy most éppen most, azért ugye, szóval, hogy azért ez itt most itt kinek az érdeke, miért az érdeke 3 hónappal az olimpia előtt, mit akar beborítani, tehát sok szála van az eseménynek. Na, hallgatunk, és biztos írtak hozzászólásokat, úgyhogy mindjárt folytatjuk. Nem egyszerű azért, ezt azonnal kapunk hideget-meleget, látom már az SMS falat. De kérdezünk, ezek kérdések, kérdéseket teszünk fel, amiket valószínűleg megfogalmaznak magukban az emberek is, amikor olvassák, hallják ezeket a híreket. Hát hogyne, hát szülőként, gyerekként, persze, hát az ember ezt elolvassa, és vagy ezt, vagy azt gondol a dologról. Én szerintem, aki ítélkezik ebben a kérdésben, sem megy messzire. Mert ítélkezhet, igenis ítélkezhet. Az, hogy neked vannak eredményeid, vagy hogy te sikeres sportoló vagy, az nem ment fel az által, hogy te mit csináltál. Tehát ez nem így van, hogy akkor ha valaki jó sportoló, vagy valaki jó, nem tudom, akkor az bármit megtehet, mert ha leüli, akkor utána minden megvan, bocsánat, azért ez nem ilyen egyszerű. Mert hogy most az ott mennyi eredménye van, megerőszakolt, és a büntetését letöltötte, igen, 3-an egy ártatlan kiszolgáltatott nőt. Azért az nem biztos, hogy csak úgy elhomályosítják az eredmények. Nem? Igen. De hát a másik oldal is érthető. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 van, egészen pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kis László ügyéről beszélgettünk, illetve pontosabban igen. Nyilván mindenkinek van erről véleménye, és kérdeztünk is, illetve hát ez egy nagyon nehéz. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Látjuk az SMS-eket is, hogy abszolút megosztó egyébként az, amit hallgatóink gondolnak erről. Ki így, ki úgy. Ugye egy két tábor ütközik, van, aki azt mondja, hogy igen, jogos, leülte, már amennyit leült, és utána kapjon esélyt, és igenis meg kell bocsátani, mert az talán nem a mi feladatunk, és nem baj, hogy lehetőséget kapott rá, és kiváló emberről van szó ennek ellenére. A tábor másik fele pedig azt mondja, hogy ő is aláírja az érdemeket, de le kell mondani, és egyszer nincs is kérdés az ügyben. Ez a szülői szempontból az is egy érdekes kérdés lehet, elég csak igent és nemet küldeni, hogy ha te szülő vagy és tudod egy emberről, hogy ezt követtél, de hát ismered a szakmai érdemeit. Járatod oda a gyermekedet, vagy nem járatod oda a gyermekedet. Ugye ez is egy érdekes dolog. Régen történt, hogy történt, mi történt, leülte, nem ülte. Viszed oda a gyermeket, vagy nem? Ha végzünk egy közvélemény kutatást. Csak kíváncsiságból egyébként tényleg küldjetek el nekünk, hogy igen, elviszem, vagy nem, nem viszem el, bármilyen érdemei vannak, bármekkora edzőről van szó, bármilyen neve van, és bárkiket köszönhetünk neki, nem, én nem viszem el. Vagy máshol viszem inkább, hogy döntesz szülőként, jó, csak egy igent vagy egy nemet küldjetek kíváncsiságból. Nagyon sok hozzászólás. Ferit
bántjátok sokan, és meg kell, hogy védjem abból a szempontból, hogy itt nem arról van szó, hogy valamelyik műsorvezető valakit véd. Itt arról van szó, hogy nekünk az a feladatunk, és akkor egy pici bepillantás a műsor készítésbe, hogy lehetőleg mind a két oldal, mind a két tábor megszólaljon. És sokszor jelen esetben is, ugye Feri nem azt mondja, hogy már pedig így van, és én is oda vinném, és ez az én véleményem, hanem Feri most azt az oldalt képviselte, aki azokat a kérdéseket teszi föl, és azokat az állításokat mondja el, hogy rendben, leülte, megbocsátottunk neki, amennyiben mi megtudunk, és igenis miért ne kaphatna egy újabb lehetőséget. Tehát ezek kell, hogy találkozzanak egy bizonyos műsorban. Nem arról van szó, hogy a Feri most ezt aláírja, és helyes, igazolja, és azt mondja, meg, hogy ez helyes, és hogy igenis járjatok hozzá, és ő is a lányát odavinné, bármi is történne. Nem erről van szó, és ebből a szempontból ne bántsátok. Feri képviselte jelen megszólásban azt az oldalt, ami ugye a másik oldal is, amit nagyon sokan képviselnek, hogy ne mondjon le, maradjon, és egyáltalán hogy jövünk ahhoz, hogy erről beszéljünk, és milyen kiváló emberről van mi, szó. És egyébként ő meg egy fantasztikus. Így van, és kik vagyunk mi, és nekünk nincsenek ilyen érdemeink, és egyáltalán hogy merünk felette pálcát törni. Na, azt mondja, hogy egy-két SMS-t gyorsan, szerintem nincs tovább ragozni, elkövetett valamit, ha leülte, ha nem az a bűnhődés, az maximum csak elrettentés, hogy legközelebb ne csinálja ugyanezt. Még nem volt ennyire köztudottan elfogadod, és csak annak a felelőssége volt, aki erre vagy arra pozícióra engedte. De most, hogy köztudott lett, azonnal le kell mondani, mert talán így megmaradhat, mint egyfajta példakép, mert egy ilyen ember egy ilyen pozícióban példaképnek, követendő példának kell lennie a társadalomnak. Kiderült, elbukott, sajnos mennie kell, mindent tettünkért, életünk végéig fizetünk, írja egy hallgató. Azt gondolom, ha valaki elkövet egy ilyen dolgot, akkor nincs bocsánat, ne folytassa az életét, úgy, mintha nem történt volna semmi, az éremnek két oldala van, három ember tönkretett egy életet, ő soha nem tud már úgy élni, mintha ez nem történt volna meg. Ha leüli, minden mehet tovább, hát nem, írja egy másik hallgató. Az egyetlen ember, aki feloldozhatná, az a nő, akin elkövették az erőszakot, ha ő áldását adhatna rá, senki más nem ítélkezhetne. Jó lenne megtudni az ő véleményét utólag is, de tudjuk, hogy ő már nem él, kíváncsi lennék arra is, hogy mit csinál a másik két erőszak tevő, ezt Kinga kérdezte. Balázs, az időzítés nem véletlen, azok voltak, akik ezzel akarják gyengíteni a magyar úszósportot az olimpia előtt. Hát erről is beszéltünk, hogy azért az időzítés nagyon érdekes, talán nem is biztos, hogy Kis Lászlónak szól, lehet, hogy vannak érdekkörök, nem tudom, akik a gyárfást akarják megbuktatni, ez nem értünk, és nem vagy menne. Az időzítés mindenféleképpen nagyon érdekes. Igen, hát nyilván itt olyan szálakat mozgat valaki, vagy valakik, amit mi soha nem fogunk megtudni. Lehet, hogy nem is Kis László a cél, nem lehet tudni. Felmerültek olyan hangok, hogy nyilván itt a gyárfás fejét akarják. Nem tudjuk. Minden esetre ez nem tesz jót Magyarországnak, nekünk az úszósportnak, senkinek. Tehát ez megint egy. De ez már inkább politika, úgyhogy ez. Bár nem is vagyunk ebbe bele, így van. Urak, szerintem egy erőszakos bűncselekmény és gondatlanságból elkövetett bármi között óriási különbség van. Ennek az embernek nem szabadott volna soha többet sportolókkal foglalkozni. Leült el büntetés, rendben van. Igenis, viszont ahogy az áldozati szenved, neki is kell vállalni valamiféle szenvedést egy életen át, és Zsolti küldte nekünk. Igazán Ferinek mindenki érdemel egy második esélyt. Higgyétek el, hogy nagyobb büntetés neki ez most, hogy olimpia előtt felkapta ezt a hírt a sajtó, így tehát már ezzel is vezek el, jó a műsor, szép napot. Csak másik oldalról is valaki, akik így gondolják, hogy igen. Farkas Péter olimpiai aranyát is visszavették a botlásért. Kis László miért ne kaphatna az egykori tette miatt fejmosást? Elismerem az érdemeit, de milyen jellem az ilyen, ez Bozsó küldte nekünk. Milyen tipikus magyar mentalitás, hogy két perccel az olimpia előtt borítják a bilit. Ez nyilván hatása lesz az eredményekre, hiszen szeretik ezt a sportot. Kinek az érdeke, ezen is gondolkozzatok el. Hát erre mi sose fogunk választ kapni. Igazából nem fekete-fehér az ügy, az a legnagyobb baj, tehát azért nem tudunk jól ítélkezni, mert ugye van egy csomó részlet, amit nem tudunk, ami nem derült ki, hogy tulajdonképpen erről annak idején írtak, de nyilván nem hangoztatod aztán még 50 évig, hogy én erőszakoltam nőket, de azért itt vagyok. Tehát egy nehéz, nagyon nehéz a döntés ebben a dologban. Szerintem. Na igen. Az normális, hogy a púpom kezd megint jönni? De ugyanott? Az. És vagy máshol próbálkozni? Mit akarnak adik visszatért? Képzeljétek el, az van, hogy viszket a seb. Mintha nem tudod, a sebgyógyulásnál van ez a viszket. Igen, a viszketés. De hát már mikor váltunk el egymástól könnyek között én és a púpom, és most azon gondolkodom, hogy azért viszket, mert kezdi magát. Nem megint. Marad benne egy seb borótű? Hogy megint kezdi magát kitúrni, vagy egy valami. Törlőkendő, mi? Igen, vagy egy gyűszű. Hogy mi lehet ez? Hát...
Jön megint elő? Van olyan, hogy visszanövő púp? Van. Van, hogy van? Nem? Persze. De úgy, onnan, hát de kiszedte az egész mirigyet. De ugyanakkor soha nem lesz mindig kétszer akkor. Igen. Én... Biztos még. Igen. Én az elképzelhetőnek tartom, hogy szegény púpodat kidobták, hogy ideig vártott a kukába, kimászott, követett téged, felült az egyes villamosra, elment. És most talált vissza. Hívta a liftet, felment a negyedikre, és megtalálta a kis gazdát, és éjszaka visszamászott. Felmászott a szemétledobónak. Felmászott és visszaköltözött. Megtalálta, és azt mondta, itt vagyok kis gazdám, úgy hiányoztál. És lehet, hogy a többi kidobott púpot is magával hozta. Hozta többi púpot. Más púpja is rajta lesznek. Van még hely, ahonnan én jöttem most. Gyertek, gyerekek, egy teniszpálya által. Jó nagy a gazdaállat. Igen, a gazdatest. Fölkapaszkodott a szemétledobón, felment, bebújt a paplan alá, és elfoglalta méltó helyét a testeden, és újra ott vagytok együtt, te és a kis púpod. Ennyi, lehet, hogy észre is vetted egyébként, amikor visszamászott, csak annyit mondtál, hogy na most béka. Most alsz. Holnap korán anyámat kell visszavinni, holnap úgy gyorsan értelem, hogy választó lesz. Vagy ő már tudta, hogy műtik, és még gyorsan sok kicsi púpot elrejtett benned. Már gyerek, ő tudta, hogy az ő sorsa megpecsételődött, de kicsi apró tojásokban gyerekpúpokat rejtett el a testen. Menjetek, nekem most végem lejárt az időm. És akkor lehet, hogy ilyen smirgli lesz a hátam a sok púp miatt. De sok kicsi gyermek púp beváltva ugye az ígéretet, és hát az örökségre hajtva, újra kinőtt a te hátadon. És ott van. Most visszatérhet egy dörzsi szivacs leszek. Vigyétek hírünket el minden sokasodjatok és szaporodjatok. Ha. Most már itt is viszket, hogy mondod. De nem lehet, hogy meg neked viszonylag furcsa lehet az élmény, de nem lehet, hogy izmosodsz. Biztos, hogy nem. Ez mi? Nem. Hallod, doktor? Tudti, hogy nem. Rákóczi úr, megnyugtam. Ez izom. A fekvőtámaszok. Igen, ez nagyon kezdő stádiumban, de ez izom. Még lehet belőle valami hosszú évek kitartó munkájával, de ez az. Nem, ez biztos, hogy nem az, mert a hát közepén csak, egy dudorban nincs izom, szerintem. Ja, az lehet. Mert hogy mivel edzel a hát középre? Hát van rá módszer, de lehet, hogy tényleg az van, hogy elmenni egy sportolóhoz, és azt mondani, hogy Rákóczi, ez még csak té, de valamikor triceps lesz belőle. Most még csak... A té betű fele van meg. Most még csak a visszites szár van meg belőle. Ideges vagyok emiatt. Hát, már van rutinod. De most megint nézessem meg, vagy várjak, hogy még megnője? Nem, hát nézess meg mindenféleképpen. Persze, nézess meg, mert ha megnő megint, hát akkor meg mit? Egyrészt nem fogsz tudni háton feküdni, kendő megint fogasnak használnak majd. Azt akkor csírájában kell a kis púpon elfolytani. Csírájában kell elfolytani az egy kis púpocskát. Tényleg. Lehet, hogy később majd akkor lesz, hogy megrendezhetik rajta majd az István a király sokadik verzióját. Nem, mint a királydom. Igen. Szóval azt inkább nézed meg, de van ilyen egyébként, hogy van ilyen, hogy visszajön. Kompány, vigyázz, esküdtettél, jó atyád, és tudod, hogy Feri Léci, ne mozogjál már, basszus áll. A földrengés nincs benne a jelenetben. De hát akkor minek szedetett ki? Érted, ha vissza? Miért nem mondja meg a doki, hogy uram, hogy ez visszajön? Vissza fog jönni. Az ilyenkor, amikor tudod, elküldik szövetlen, és akkor mondják, hogy nem rossz indulatú. Jó, te picit zavar, hogy nem tudtok rá inget húzni. Tudja? Tehát, hogy már elől-hátul cipzáros a kabátom. Tehát egy picit zavaró. De nem rossz indulatú. Akkor örülünk neki. Na jó, van, köszönöm a tanácsot, akkor visszamegyek. Vissza a púpot, vissza a doki azt. Ügyjenek újra. Most az Alien fog kikelni, Feriben ír egy hallgató. Sok púp disznót győz. ez jó. Ötös adom. Igen. Izom, ugyan már, Feri. Feri megállt az évi 365 darab felülésnél. A reggeli egy. Na, ez a bumerángos púp, így van. Feri, itt a tavasz sarjadnak a púpok. Igen, ez a púp tesója, hosszú púp. A púpok háborognak, Feri visszakáv, a vág a púp visszatér. Na, jó. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Jó van, na hát csókoltatunk benneteket, köszi a játékot. Szevasztok. Én is köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Hello. Hoppá. Nem kevés jó volt. De jó volt. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De hogy egészen végig tartotta magát, tehát a végén robbant, nem? Igen, addig nagyon kultúrált volt. Elbeszél. Szeretnék elnézést most kérni. Most jön ki rajta a veszettség, azt Most durrant be. Most durrant be a veszettség. Én azért megnézhetném a körzeti dokival. Igen, el kellett tanulsz azért, mert belefér. El kellett volna kérni azt az oltási bilétát. Mondja, mit akartam? Szeretnék elnézést kérni azért a felelőtlen slendriánságért és felkészületlenségért, amivel belöktem a szemműtétbe szegény Iza úrát, mert Eszmeraldának a szemműtétjére gyűjtöttünk.
Eszmeraldának? Eszmeralda a vaklány. Tehát elnézték, ne haragudjatok. Nem ilyen, ez nem ilyen városi legenda, hogy gyűjtöttünk? Ne, tényleg gyűjtöttünk. Azt mondtam, én tudtam, hogy volt egy szemműtétre való gyűjtés. De azért nem mondjuk, hogy gyűjtöttünk, de az egy pécsi kisnyugdíjas egy ilyen idősek otthonában elkezdett egy ilyen piros nyelvű kutya perssel körbejárogatni, nem? A kis trabantjával előre, hogy akkor gyűjtsünk Eszmeraldának. Mert tudom, hogy az Izaura az egy nagy kollektív gyűjtés volt. De lehet az Eszmeralda is akkor. De Izaurának nem gyűjtöttek, mert neki ez volt a szex appeal, olyan szonyásan szexis volt vele. Oké, és mi lett a gyűjtött pénze? Azzal valaki elindult Izaura felé? Nem, azzal valaki, azt valaki lenyújtott. Te egy tipikus magyar történet, adjátok ide, majd én elviszem. Mi lett vele? Pont a postára megyek, feladom. Tehát mi lett a gyűjtött pénzzel? Egy országgyűjtés? Sosem derült ki, hogy ez eljutott egyébként Izaurához, vagy nem jutott el? Vagy valaki azzal is, mint Marcsika fogta magát, hátára csapta, aztán figyelj, a büdös életben nem láttuk többet. Szerintem el kellett, hogy küldjék neki, mert a Magyarországon volt, és elmondták neki, hogy neki gyűjtöttek, ő azért nyilván rákérdezett, vagy legalább, hogy nem fúrok már a kamerán. Ja, és a pénz? Tehát biztos, hogy rákérdezett. Átadták neki ezt egy centrumosztatyorban? Hát ezt képzel. Igen. Egy matyóhímzéses terítő, egy őrült kalocsai paprika, és egy másfél millió forint régi 500-asokban egy centrum osztatyorban. Tehát ez így mehetett, amikor itt volt? Hogy, nem, szerintem beváltották, csak hogyha nem egész volt a vég, akkor és itt az apró. Atya Isten. Na jó van, 2 perc, a pontosan 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Mégis fogod. Azt azért nem csinálnám. A hűtős öntudat. Mi? Igen. Hűtős és hűtős között is van különbség. Hogyne. Hát azért csak kiszáll az ember egy szép autóból, azért csak dagadom ellen, nem pedig hétvégén megint. Szegények, ha tudnád, azért ők is mennyit melóznak ezzel. Rengeteget. Nem csak, hogy hétvégén szórakoznak azzal a sárga autóval, érted? Igen. Szegények. Szállítunk nekik alapanyagot, amit terítenek, úgyhogy ismerem őket. Jól van. Oké, Tibor, ajándékcsomag nincs, de a plusz ajándékokat küldjük neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgat. Ciao. Szervusztok, hello. Szegény anyámat soha nem láttam úgy felpattani mindig, mint amikor jött. Egy te family! És már ment. Ahogy meghallottam. Csavikám, milyen zenéid lesznek, mondj valami. Mielőtt még erre válaszolnék, az EB-s kérdével, egy játékotokkal kapcsolatban van néhány kérdés. Mert hogy engem találtak meg, tegnap egy ilyen közös meccsnézés volt edzőbánál, és megpróbáltak. Összejársz a gyerekeid edzőjével. Te! Viszel át a borokat. Edzőbán, mi jön még? Megpróbáltak annyit tölteni nekem, hogy előre eláruljam a válaszokat, a kérdéseket se tudom. De hogy az a kérdés merült fel, hogy ha végén valaki egyben küldi el, az jó, vagy már hétfőn kellett volna. Aznap át kell jönnie. Mert azzal ugye nem tudunk mit kezdeni, ha mondjuk egy szolgáltatónak vagy a szolgáltató miatt később jön át, tehát nem 6-tól 10-ig jön át, nem a műsoridőnkben, hanem kicsit később érve, azzal nincsen semmi gond, de aznap kell érkezni. Másnap vagy harmadnap nem küldheti el őket. És akkor én is ezt mondtam, hogy valószínűleg ez lesz, az a kérdés, hogy hogy lehet belenyúlni az SMS falba és átállítani a dátumot. Mennének a párizsi döntőre? Hát azért ez egy jó kis csomag, repülőjegyel, szállással. Szeretném most megnyerni, hát ez nagyon nagy. EB döntőn ott lenni, hát azért az nagy dolog a párizsi döntő. Minden esély megvan rá, hogy a magyarok játszanak. Most mi ez a nagy csend? Persze. Tehát a hiú ábrándokat azért ne kergessünk. De nagyon nagy dolog, hogy kint vannak. Ugyanannyi esélyünk van mindenki másnak. Nem teljesen így van, tehát a matematikai rohadt dolog, ezt én is tudom, de azért van, akinek több esélye van, nem csak matematikailag. Hát, ugye három meccset mindenkinek le kell játszani. Ha azon túljutunk, akkor már, és így tovább, és így tovább. Igen, most van valami felhozó meccsünk, vagy valami barátságos játszunk. Igen? Ez már csak ilyen barizós? Hát ez felkészülési meccs, ez fontos. Elefántcsontparttal játszunk itt a arénában. Na jó, ha a másik azt mondja, hogy Trinidad Tobago, akkor tényleg ez egyszerű jó. Varunatúval, meg nem tudom. Elefántcsontpart jó. Hát ott voltak a VB-n, persze. Drogba megvan nektek. Didier Drogba, persze. Na. Ő is. De te is csak a Didi miatt jegyezted meg a nevét. Tehát nyilván. Kiskorók is hallgatnak, vigyázzunk Drogbával. És a Gervinho. Gervinho. Ja, ő nincs menő. Ő is. És aztán még Németországgal fogunk játszani a Schalke stadionban. Ajajajajaj. Hűha. Na, az már egy nagy falat. Kell az nekünk. És az jó nekünk. Ezt mi kértük, hogy velük akarunk adni még egy... Tehát hogy osztják be? Kell találkoznunk erős csapattal, hogy ne az EB-n derüljön ki. Mit tudjuk, hogy kikivel játszik barátságos mérkőzést? A németek ránk mutatnak, mi meg pont rájuk, és akkor találkozunk? És elmegyünk egymás egy barátságos... A németekre azért viszonylag nagy esélyünk volt, úgyhogy a szövetségi kapitányunk német. Tehát neki talán könnyebb volt elintézni. Aha.
Érted? Jó, mindig mondasz újat nekem. Be, abszolút. Ja, hogy német a szövetségeket, például annyit ezt nem tudtam. Ez még megvolt. Igen, a teljesen. Mindenki tudja, hogy Mateusz német. Én azt mondom, most már kirúgták. Na, mondjál valami jót, Csabi, milyen zenénk lesz? Ja, és akkor mondom, most magyart hozok nektek. Tessék, szeretitek a magyar előadókat. Biztosan. Ha halott pénzt kiúl a barátszal. Nem halott pénzt, beszorulok. Nem az új Ákos. Egykori kollégátok volt a Vivában a Nyuszi, a DJ Nyúl. Igen. És az ő zenekarral most egy kicsit megújultak idén, bevettek egy basszusgitáros lányt, így most már két csaj van a csapatban, és a Denizzel összeállva készítettek egy klasslágert, valahol az a címe, olyan fülbe mászó refrénje van, hogy holnap már ezt fogjátok énekelni. Hát azért ettől ne tarts, de meghallgatjuk. Egyébként majd egyszer beszélhetnénk arról, hogy az általam ajánlott dalok közül melyiket.
a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.